Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Sziasztok, hello mindenkinek, csővász, hello, hello, hello! Székely Szilárd vagyok, azaz Matula Gameplay. Sziasztok, sziasztok, hello mindenkinek, üdvözlet! Örülök neki, hogy már ennyien itt vagytok. Tegnap, hát eszméletlen sorsolásunk volt. Az i3-es processzort kisorsoltuk és el is vitték, a holnapi napon jön a futár. És már viszi. Sziasztok, hello, szia Tamás, szia Péter, szia Krisztián, szia Szerok, szia Csaba, Máté, Gábor, Mercedes, és mindenki, aki még itt van. Sziasztok, szia Győző, sziasztok, sziasztok, hello, beló, mindenkinek, csűvasz. Üdvözlet mindenkinek, és akkor, mint amíg benne is van a címében, új rendőrségünk van, gyerekek, új. Nem tudom, nektek van-e... ilyen többféle mappolási lehetőségetek, de ilyen még ugyebár itt a szerverünkön nem volt, ha jól emlékszem. Úgyhogy most ezt fogom megmutatni nektek majd. Annyi, hogy szokás szerint duti ruhába vagyok, úgyhogy majd ezt át fogjuk venni majd. És majd rendőrruhába csapunk át. Sziasztok, hello! Sándor, nagyon köszönöm szépen a kérdésedet, nagyon jól vagyok, és hát ne felejtsétek el a kedvelést, adjuk meg a lehetőséget mindenkinek. És azon gondolkoztam egyébként, hogy ha már elkezdtük a gyereményeket, akkor majd a hónap végén mindig kisorsolunk valamit. Még mind nem tudom, hogy mit. Lehet, hogy matulás termékeket, vagy valami ajándékot, vagy valami gamer cuccot vásárolok, vagy valami ilyesmi. És aki az adott hónapban legtöbbet támogat, hogy támogatott, ugye bár ezt összevessük majd, megnézzük, stb. Azokat fogjuk ajándékozni majd. Milyen volt a napod? Én ma is pihentem egyébként, úgyhogy köszönöm kérdésed, Ádám. Jó, jól vagyok, köszönöm. Sziasztok mindenkinek, csővel dobjátok a kedvelést. Remélem jó a hang, meg minden jó. Szuper, jó. Azt mondja, hogy a szokásos... Sziasztok, üdvözlet mindenkinek, csővel! Köszönöm szépen, aki kedvelte a vidinyót! Üdvözlet! Hogy vagy, kérdezi Bence, nagyon... Jól, köszönöm, a mai napon nagyon jól vagyok. Örülök neki, hogy ennyien már itt is vagyunk. Holnap egyébként tartsatok velünk 19 órakor, mert hogy ugyebár... pénzszállítás lesz, gyereket. Pénzszállítás. Sziasztok, hello mindenkinek. Cső. Jó, adom is a képet egyébként, jó? Megmutatom. Engem fogtok látni duti ruhába, de majd mindjárt átöltözünk. És akkor rendbe vagyunk. Hopp, egy kis reklám.
Sziasztok mindenkinek a kedvelés, ne felejtsétek el, mutatom az új PD mappolásunkat, jó? Szerintem nagyon menő. És érdekes amúgy. Nagyon jó az a háttérkép. Igen. Az a baj, hogy le akartam lassítani, hogy még lassabban, csak olyan, akkor olyan, mint hogyha szaggatna. Igazából, mert ez egy gyorsított felvétel. És akkor olyan, mint a szaggatna. Úgyhogy ezért nem lett jó. Azt mondja, hogy adom a képet. Forma. És tudjátok, mi maradt el? Itt elfelejtettem. Kis türelmet kérek mindenkitől. Igen, ez bedobja oda. Ha minden igaz, most jó. Frissítünk rá. Azóta nagyon szépen köszönöm, 3222 feliratkozó van, köszönöm szépen mindenkinek, tényleg mindenkinek, aki eddig feliratkozott. 22-t mondtam? Na azóta most már egy ember kele is iratkozott, reméljük csak tesz jelleggel, úgyhogy ennyi igazából a sztori, itt vagyunk 60-an. Na, örülök neki, hogy itt vagyunk. Igen, nézhetitek egyébként, teljesen élőben frissül egyébként a feliratkozó szám. Szia Viktor, hello, szia. Egy kis késéssel, de egyébként a minden igaz, akkor pontosan méri a feliratkozó számokat. Imádom ezt a lehetőséget. Sziasztok mindenkinek! Üdvözlet! Így is van, köszönöm szépen mindenkinek! Nekem még mindig hangos a fülembe, viszont adunk hangot, és akkor köszönöm a feliratkozást Inokai Máténak! Hello, szia! Üdv a Matula fanok közt! Küldök egy DC linket is, jó? Ahol tudtok csatlakozni. A Matula fanokhoz, és ugyebár ott tudtok igényelni sok mindent. Kukkantsatok rá. Látom, elvagytok itt a izékkel, a feliratkozó számokkal. Látom, folyamatosan leföl szaladgál. Na, jó, az a lényeg, hogy NPC-k is beérkeztek amúgy a szeróra. Annyi, hogy itt átöltözök, jó? Kidutizok. Jaj, bocsánat, így. És ezt remélem, itt nem lesz probléma senkinek. Isler le onnan! Így. Köszönöm szépen a feliratkozásokat, idutisztunk. Jó, a kedvelés, se felejtsétek el. Természetesen szolgálatba kell állnunk, de előtte veszünk egy kis kaját. Elmegyünk az autómmal, jó? Te már rég fent vagy, akkor hogy most jelezte egyébként? Akkor nem tudom, mi lehetett a baj. Még mindig olcsó a boltomba minden egyébként. Jó estét. Közben mit írtok? Azt mondja, hogy...
Richard írta, hogy szia Matula, hogy vagy, milyen napod volt? Jó RP-t kívánok neked, köszönöm szépen. Hello, szia. Hú, 70-en vagyunk, gyerekek, adjuk oda. Sziasztok mindenkinek, csővász, hello, hello, hello. Mutatom mindjárt PD-t, gyerekek, csak előtte iszok egy kortyit. Sziasztok mindenkinek, üdvözlet! Mutatom akkor a PD mapponását. Nem a gladiátorral megyünk, hanem a Mustangommal. Hallod, Antal, vigyél már el a foglalatot. Ha várjál már, nem ezzel. Tudjátok, ebből csak kettő van a szerveren. De találkozunk NPC-kkel is. Ja, mit mondtam, hogy adok hangot a Five-emre, ugye? Mert olyan halka hallom. Valóban, lejjebb volt víve. Jöjj, mennyivel jobban lehet hallani? Kedvelés, ne felejtsétek el. Hello, sziasztok! Menő a Mustangot, köszi szépen! Na, elsőnek kívülről mutatom meg, jó? Ilyen az eleje, majd lemegyünk a garázsba is, csak előtte még hátul megmutatom, jó? Jó a hangja, és nézzétek belülről is milyen menő. Irányjelző, minden látszódik, négyes elakad, minden gyerekek. Nem erre megyek, mert itt nem tudok elmenni. Ott is lehet bemenni, ott. Ahol mutatom a fegyveremmel, ott is be lehet menni. Sokat fogyaszt, az biztos. És ebbe a válságban most nem nagyon kellene. Meg ugyebár a szokásos varázs. Illegálból jövök a PD-hoz, hát alapból cékát kapsz, úgyhogy nem probléma. Sziasztok, hello! Mindenkinek dobjátok a kedvelést. Ez azért szoktam mindig kérni, mert ugyebár nagyobb elérést kapunk. Meg iratkozzatok föl, aki még nem tette meg. Na ott egy rendőr NPC. Köszönöm szépen, akik feliratkoznak, látom folyamatosan jön. Kollega? Mit akar? Miért van ilyen ruhába? Civil autóval? Hát jöttem dolgozni, mert ne haragudjon. És szolgálati ruhába ment haza, vagy mi? Hát a szolgálati igen, ruháját azt igen. Itt kéne hagynia, nem? Nem. Nekem van otthon is. Hát el kellett ülni, ja. Hát nézze meg. Nézze meg, milyen gyönyörű. Na. Hát igen, ez mondjuk ezzel nem vitatkozok. Nézze már, hogy ott lesznek. Nézze meg, hát nem hiszem el. Most lebuktatod. Hát beállok a garázsba. Köszi a feliratkozást! Ezt meg nem mondom, hogy ki. Gamer Gamer Wolf. Úristen, mennyi jöttetek hirtelen. Lassú a bot egyébként. Afabok! Isinek is köszönöm, és Williamnek is köszönöm a feliratkozást. Sziasztok, hello mindenkinek! Gerard.
Baraga. Mondja. Essenek előtt egészséget, hogyha már ilyen hatásosan érkezett be Mustangával. Ne haragudjon már, uram. Rendőrségi fizetés. Milyen rendőrségi fizetés? Ugye? Bemutatnám a kollégát. Most lett hevi az állományba. Klali néni. Mutatkozom be, kolléga. Erőt egészséget, Dr. Székely Szilárd vagyok, alezredes. Marko Villen, próbaidős rendőr. Na, örülök neki, tiszteletem. Körbevezettem az állományba, megmutattam neki mindent. Esetleg magának szüksége van egy körbevezetésre, vagy... Igen, a mai napon úgy érkeztem, hogy körbevezettem itt a gondolataimat itt a PD-n, úgyhogy... Még azt sem tudom, hogy mi hol van, úgyhogy megköszönném, kedves kollega, hogyha... Kövessem. Paulnak is köszi a feliratkozást. Lehet elejétől, itt alulról kezdjük, jó? Ha már itt alulról. Itt, jó. Itt jól látom, hogy akkor igen. Itt van egy garázsunk, ugye? Itt pontosan. Azért eléggé nagy. Hála a jó Istennek, a jó Isten igen. Meghallgatta az, imánkat. Mi igényeltünk ekkora garázst, ugye a Noel kollégával, pont azért, hogyha esetleg viszünk egy pénzszállítást, vagy fegyverszállítást, akkor ne legyen az, hogy kint álljuk cross-motoros, és végig infózza, hogy mit csinálunk, igen, hol járunk, igen, mennyi autóval vagyunk. Eszmélete, hatalmas, tökéletes. Ugye itt lehet kikérni a gépjárműveket. Igen. Jajjön. A kibezárás, tehát most bezárom az ajtót, próbálj meg, ez változott. Kicsit most szorul a kirincs. Kicsit nehezebb kinyitni. De legalább jó zárad, mégis vasajtókról beszélünk. Igen. Bezárjuk szépen. Szuper. Ilyet meg ki a szűzhártyait? Nem tudom, uram, miben segíthetek? Kollega gondolom. Tehát a kollega, mert megismerem az arcát. Kollega. Ő is keresi gondolom a izét. A beszélne nem tud, vagy mindig? Megszeppent az új rendőrségtől. De miért vagy doktor Székely Szilárd? Tehát a Székely Szilárd az adott, erre van ugyebár, a doktor itt meg lehet kivenni a fegyvereket. Itt egy... Itt mi van, uram? Azért olyan gyorsan nem menjünk. Itt mi van? Itt mi van? Hát... itt a... doki. Elnézést, van egy telefonom. Szép jó napot! Igen, tessék, tiszteletem, Szilárd úr. Igen, tessék, mivel segíthetek? Itt dokátot? Amúgy holnap szállítás. Itt össze tudsz kaparni valakit. Ez akkor a golyóálló autók? Ó, oh, ön az alelnök úr. Én vagyok az, igen. Ön az alelnök úr? Így van. Igen, figyeljen, van itt egy kollégám, meg fogom kérdezni, viszont főkapitány úr nincs szolgálatba. De szerintem tartok igényt a golyóálló autóikra az önkormányzattól. Az rendben. Kettőt minimum. Tehát jó, oké. Jó, köszönöm nem, szépen igen, a hívását. Holnap igen, valóban lesz pénzszállítás. Ki is írjuk minél előbb itt a nagy internet platformon. Még egyeztetés alatt van, hogy hol és melyik pontosan leszünk. Melyik bankoknál. Jó, még rendben, ezt nem beszéltük. De köszönöm, hogy hívott. Én köszönöm. És annyit, körülbelül mikor indulhat a szállítás? 19 órára van meghatározva, tudja, mindig van egy kisebb csúszás, de ha már 19-re akkor... elhozzák, akkor nekünk az már jó lesz, jó? Oké, okay, rendben. Köszönöm szépen. 19-re ott lesznek. Így van. Köszönöm, viszont hallásra. Az alelnök úr volt, a két autójukat, tudja, az a golyóálló. Igen, megkapjuk? Hát, igen, adnak. Kölcsönbe, gondolom. Ja. Jó, na, akkor kérem. Ez egy ilyen kis laboratóriumnak mondanám, ne, nem? Hát inkább ilyen egészségügyi, hát aha, ilyen, igen, aha. Itt egyébként itt a kollégák összeesnek, akkor itt el tudják látni hát itt a baját. Hát ilyen nincsen, aha. Hát azért itt valami mikroszkóp, azért több minden van, dolláros persze. Értékű. Aha, jó, menjünk tovább. Jöjjön kollega, ön is. Jó. Hát itt, hogyha van, nincs esetleg fegyver, akkor itt tud a kollégától, itt aha, az ablakban. Nagyon mondja, jó hogy vágás, mi kell. Ember. Aha. A legjobbat állítottuk be. Figyeljen már, akkor önnála tudok tárat is vásárolni? Tárat az... nem, a tár az még mindig ugyanúgy ott kell, ahol eddig. Fegyverboltban. De hát, hogyha érti a vásárol az állomány. Nem, azt nem itt, azt ahhoz be kell jöjjön. Aha, igen. És itt a nagy kalibereknél fontos, mert több nagy kaliber van, itt ennél a nagy kalibereknél. Lehajol, és itt van a fiókban. Aha, megnézem itt a fióknál, aha. Itt mindent ki tud venni, ugyanúgy rádió, telefon, biztosítás. Ezt látja, ezt jó, hogy megmutatta, mert rittig nem jöttem volna rá, hogy itt az egész tárolórendszerben itt találom ezt meg.
Én is órákra kellek. Már megint. Én meg 5 perc alatt megtudtam. Köszönöm. Jó, itt mi jött, ez nem lényeges, itt nincs semmi. Ja, a legjobb. Sziasztok, hát mindenkinek dobjátok a kezdve. Ez fontos. Van. Köszönöm a legjobb, szépen mindenkit. Tehát... Rekordot építettem. Veszem én a fülvédőt. Screenshotot valaki tegyen, oh my god. Jaj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 
vagyunk, mi vagyunk. Csak magának tehetek. Felveszem itt a fülvédőt, kipróbálom utána, menjünk, mert... Próbálja ki, kollega. Azt mondja, hogy... Ennyi. Úristen, úristen. Falat lövi. Nem vagyok süket, attól még a fülemen van a izné. Tessék, nem értettem, a hú, zúg a fülem. Szia, gondolom. Nem találom az öltözőt. Ha eldurran az elő, de lejöhet, kollega. Na jó, elteszem, mert drága a tár, úgyhogy majd vennem kell. Visszateszem a fülvédőt, szépen. Üdvözlet, Gandalf úr, üdvözlet. Úgy látom, a haja megérkezett most már. Meg. Itt van egy ATM, azt ne próbálja, mert nem működik, még nincs összedugva. Jó, itt... És rádió csendet, mert nagyon hangosak vagytok, majd szépen megtalálják, kollega, jó? Itt mi van? Utatnám. Közvetlen bal kész felől? Itt bal. Ja, itt a mosdó, hogyha megjönne. Mosdó? Hát itt megnézem, van egy saját doktori szobám? Az igen. De figyelj már, itt szappantot eldobott valaki. Na, Szilárd úr. Felvennél, Szilárd úr. Jó, te vagy a szálló. Vagy megmondod az öltözőt. Itt szembe itt egyébként élő kamerák vannak. Ú, ez nagyon menő. Ez komoly. Azt a kurva. Isten, elájulok mindjárt. Aha, ezt emlékeznek, hol van ez itt, ugye? Persze. Úristen, ide kell állítani a kollégákat. Ha látnak valami, állami bank, nézni. Már is össz kollega, innentől kezdve itt fog állni 024. Ezt nem is tudom, hogy ezek élő kamerák. Hát látja, hogy élő, hát ne vicceljen már. Ez élő kamera kollega, tehát nem látod? Dioptriás szemüveg? És ezt tudjuk mi irányítani, vagy ez így magától? Magától. Magától, egyértelmű. Na, menjünk hol vagyunk? Tovább. Azt mondja, akkor... hogy megyek ön utána. Kollega. Túl sokan vagyunk, libasorba. Na ő itt ki? Ja, őtől le kell fegyverselni. Nehetek már belém, gondolom. Levente kollega, jöjjön már egy kicsit. Meg intézkedem, jó napot kívánok. Na, megyünk akkor az öltözőbe. Na, az öltöző. Én sem tudom, de valamerre erre van, gyere csak. Itt lesz balra egyből bent. Valahol itt. Ah, itt az öltöző, várj ma. Itt balra. Igen. Ez az. Na nézzük, az igen, az igen. Itt vannak a szekrények. Sócsok itt átöltözni. Itt minden szolgálattól kezdve. Na, ha már itt vagyok, én is ruha. Felveszem itt a szolgálatot. És itt másféle ruhát most fel tudok jelenni. Igen, a másik oldalt. Igen. Mindjárt veszem itt a tréning ruhámat. Na maga kuszola? Új a kollega. Mhm. Bocs, vettem fel. Kollega, egyébként öltözködünk. Ne haragudjon, Erik kollega. Tehát... Öltözködünk. Jó. Mit csinálnak? Menjünk tovább. Gyere, menj is az. Jó, nekem most nem kell golyóálló. Köszönöm. Itt mi van? Gyere, menj is az. Ez itt igazából aktákat tárolunk, semmi extra. Úristen. Már látom, be is pakoltak. Hát van bőven anyag. Minden. Hát még dobozban vannak. Itt vagyok, középen itt ez egy nagy iroda, itt titkárnők vannak legfőképpen. Semmi extra. Mit? Itt ez, ide jöjjön a Szilárd úr. Ez itt a fontosabb része. Ez itt a vezetőség. Jaj, vezetőségi szoba. Aha. Tehát itt a safe, tudja, amit megbeszéltünk, a kódot azt ugye tudja, ha ide jön. Ja igen, igen, természetesen. Jó, illetve hogyha kicsit változott, jöjjön át a másik oldalra. Azt tudom egyébként, már itt volt. Ha ide jön, akkor itt meg fel tudja venni a kollégákat. Kezdő kollégát úgy tud felvenni, tehát a kadét kollégát én vettem föl, a próbaidős kollégát. Változott kicsit a rendszer, úgy lehet felvenni, hogy aki nagyon közel van önhöz. Igen, igen. Akkor az ott megjelenik. És akkor ott föl tudja menni. Adatok alkalmazásánál gondolta, vagy hol? Alkalmazottak kezelésénél, kezdő, és akkor ott, aki elég közel van, ott azt akkor föl lehet venni az állományba. Ó, értem. Jó, hát figyeljen, nagyon sokat nem szoktam felvenni, szóval... Jó, csak hogy itt ez a vezetőségi szoba. Igen, nagyon szép egyébként. Merre megyünk? Hát igazából nem tudom, nagy részt így ennyi. Hát még vannak, az emeleten még nem is voltunk. Vannak még kis irodák. Ez itt mi? Ó, na hát... Itt lesz személyigazolványt igényeltetni.
nagyon szép hölgyet beállítottak ide, hát úgy áll, mint a lakodalomban. Na igen, jó, menjünk. Menjünk az emeletre szerintem. Már itt már lent nincs mit mutatni valamit. Köszi szépen, igen. William. Ja, fontos. Több bejárat tett a rendőrségnek, egyébként ez is egy igen. bejárat. Oh, tehát, hogyha itt kijövünk, akkor itt ez is a rendőrség uh-huh. alja. Csak hát itt oldalra is be tudunk jönni. Vész kijárat, gondolom. Igen. Uh-huh. Idő meg egyébként teljesen jó a mai nap. Ja, napsütés, minden. Állítólag valami probléma történt, úgyhogy most tényleg egy helikopterünk van csak. Itt van egy szobor egyébként rólam, az én vagyok. Ez maga lenne? Hát akkor aha. gondolom a 60 éves változata. Igen. Uh-huh. Egy kicsit ráncosabbra csinálták egy kicsikét. Ez egy ilyen, kis ilyen kis pihenő, kávézó, pihenő, igen, pihenő, aha, igen. ugyanúgy irodák. Azt mondja, hogy mi van ide írva. Rom training, akkor ez egy ilyen training szoba gondolom. Igen, itt szoktuk oktatni. Ajaj, a... mint egy izi iskolában. Igen. Nagyon fantasztikus. Nagyon, nagyon hangulatos. És esetleg, esetleg valamit szeretnénk itt tudatni a kollégákkal, vagy akármi, akkor itt tudjuk ezt közölni. Mindenkinek van hely. Fantasztikus. Hát szerintem annyi az emelet, és akkor elvileg van itt még egy emelet. Itt ez mi? Hol? Ez itt uram? Hú, hát szerintem ez is valami kamerás dolog. Itt még több, úristen, itt még több van, uram. Itt nem csak épületek, hanem a közterület is úgy látom, ha jól látom. Igen, itt minden is. Uh-huh. Nagyon durva, eszméletlen. Ha ezt itt nézzük, itt semmilyen illegális tevékenység nem is alakulhat ki itt a városunkban, mert már fő a védelem. Na látom, ide sikerült egy nagy nyomlatot berakni, de az irodánkban nem. Itt? Nagyobb? Egy nagyobb nyomtatót sikerült ide be. Ja, igen. Csak az irodánkba. Nem baj, majd akkor feljön nyomtatni, hogyha úgy van. Így van. Azt nem tudom, hogy hol lehet felmenetetőre. Azt hiszem a lépcső terül, gondolom. Úristen, nem, uram, hát nézze már, ezt fogadjunk nem látta. Azt mondja, hogy Forma Republic. Azt a kicsört isteni. Igen. Nézze már ilyet. Hogy lehet felmenetet? Ja, megvan semmi. Nem uram, mondom, hogy a létrán gondolom. Jó, vagy mi hát ez? Nem láttam, hogy itt a lépcsőt, én a másik lépcsőt néztem. Azt mondjam, létra, lépcső. Már létrezhetünk is. Ez jó meredek és jó hosszú. Matula, ki a kedvenc kollégád? Nekem mindenki kedvenc egyébként. Szeretek mindenkit. Úgyhogy mindenki szabálykövető. Na itt tényleg van a helikopterünk. Aha, igen. Az a probléma, hogy egy darab helikopterünk van. Eddig kettő volt, most már csak egy van. Ajaj, mi az nem oka? Nem tudom, majd megkérdezzük. Ugye, mert... majd a héten lehet egyébként, hogy a jövő héten csinálok már én is egy vizsgát, lehet gondolom, nem? Persze. Mert én lehetne. Úgy gondolom, hogy az én tudásommal biztos sikerülne, csak még nem volt időm sajnos. Hú, hát azt majd meglátjuk. Mi volt ez a nagy hú? Semmi. Levegőben nem tud sok embernek ártani, ha nem tud vezetni. Nem mondom, hogy nem tud vezetni, tehát nagyon jól vezet, csak a helikopterek. Helikopter ez a haladóknak van. Hogy hol helyezkedik el? Ugyebár ez ott, ahol... Persze, értem. Majd jelentkezik az illetékes, és akkor megpróbálja. 120 screenshotot dobjatok, köszönöm szépen. Rekordot építettünk, gyerekek. Igazából ennyi, hogy tetszik. Eszméletlen jó, szerintem. Mindenhol voltunk majd... akkor? Aha, több nincs. Hát így is akkora majd a felét elfelejtettem, figyeljem. Hát igen, ez most nem is tudom, hogy helyekemet. Ja, várjon már, cellák kihallgatók, ilyenek ja? nincsenek? Ja, dehogy nem, tényleg. Van azok is? Persze. Én felelőtlen, azt hiszem itt kell menni. Aha, azt mondja, hogy ez lesz a szektor. Aha. Itt lesz valami. Úgy érzem, itt ez nagyon jól fog kinézni. Menjünk a szembe, nézzük meg itt mi van. Aha, szerintem ezek a kihallgatók, igen. Itt ez ilyen retro rendőrség. Itt ilyen, még ilyen kazett, ilyen forgós kazetták vannak. Az igen. Mi ez,
Hát még mindig jobb, mint a régebbi, legalább tudják rendesen rögzíteni, meg dokumentálni, mert itt csak elektronikusan, meg papír formájába tudtuk. Még jó, látom, az kamera, az van, vagy akkor legalább... Itt? Úgy, nagyon... Hú, mi ez a füst itt bent? Nem tudom, de a keze száradt le volna, aki ezt a csikket ott hagyta. Figyeljen, ott a kamera. Úgyhogy van, hála a jó Istennek, és rögzíti is a túloldalt. Na mindegy. El vagy állulva. Akkor ebből van még egy. Egyébként és akkor ennyi. Csak RT szempontjából bent van tudtam ugyanúgy. Egyébként. Aha, látom. Azt hittem nagyon több menek. Lesz. Na meg is érkeztünk a lényegre. Tehát itt ez, itt ilyen fotózni lehet, tehát ez fontos. Aha, és akkor túloldalt lehet. Ideális, és akkor itt lehet látni, hogy hány centiméter vagyok. Aha, igen, túloldal, nem tudom, hogy hol kell menni. Hogy kell oda menni? Ja, mindegy. Lehet, gondolom a másik oldalt. Na nézzük meg a cellánkat. Több cellánk lett. Na, az jó, nem? Azt hiszem, tehát itt van egy, hú, de jól kettő, néz ki, de figyeljen, már ez ilyen ötös cella, de azért több, aki ilyen nem. Igen. Hát na, csak szabálysértésél van előzetes, gondolom. Igen. Dobjátok fiatványokat, öt darab cella van. Kedvelést, és köszönöm a feliratkozást. Igen, mindegyik zárható, nyitható. Előbb még 3-20. WC, kaptak, volt, most már 30. Kaptak tökéletes vadonatúj ágyneműtől kezdve, matrac, mindenben van nekik. Jó, akták, ezek ugye nyilvántartás, akta, ugye aha, itt kell leadni gondolom a dolgokat, amikor bejönnek. Itt szemben mi van? Szembe. Azt mondja, hogy Muxon, nem hát itt is szerintem képet kell készíteni, itt láthatja a kamerát. Ajaj. Hát gondolom, ugyan, hogy egyszerre többen is, aha, tökéletes. Nagyon jó, ez milyen fényképezőgép, mire telt nekünk? Hát ez úgy néz ki, mint egy kamera. De tudja, ebből is van Nikon, meg... Canon. Igen, aha, igen. Na jó, szuper. Itt van egy ilyen, hogyha valaki megszomjazik. Uh-huh. Igen, és akkor ide érkeztünk a... Ez... Ja igen, Mission. Itt ki lehet menni. Ja. Aha. Ez a hátsó királya. Ajtó, igen. Itt semmi nem változott igazából, azt hiszem. Hát de itt igazából át lehetne menni. Annyi változott. Aha. A bejáratot láttam. Hal. Egyébként, ahogy jöttem egyébként, megnéztem, mert biztos látták, hogy körbejöttem a Mustanggal. Ha megnézi, igen, ezt az árat... Mustanga. Igen, hát jó, hát na. Látja, hogy zárva van, a kis távirányítóval kinyitom. És figyeljenek. Aztán mondja, hogy bezár és be is csukodik. És bezárom. Na jó. Na, erről van szó, kérem szépen. Erre vagyok a legbüszkébb a mai napon. Végre. Na, látja. Ennyi. Úgyhogy eszméletlen. Úgyhogy eszméletlen, egyszerűen nem tudok szavakat találni, nagyon jó. Az a probléma, hogy viszont a főbejáratnál ott viszont nincs kerítés. Tehát ott volt egy ilyen pöcök, vagy ilyen cölöp volt, ami tudja, hogy kijön a földből, igen, meg lemegy. Tehát az úgy nézett ki, hogy az csak akkor ment le, hogyha neki mentünk. És azt megbeszéltük az építészmérnök, hogy ezt vegyük ki, mert az nem lesz, hogyha mindig neki megyünk, mert akkor lefüstölünk. És más nem tudnak berakni egyébként? Hát nem tudom, majd még utána kérdezünk kerítést. Meg. Jó, mert például egy pénzszállításnál elég előnyös lenne, mint múltkor. Igen. Amik voltak itt az időnk során. Csatornatagságra van lehetőség egyébként, fiúk, lányok. Igen, majd utána kérdezünk. Live tagok. Igazából lényegében ennyi. Előzetes. Kívülről nem is annyira. Egyébként. Vannak változások, de belülről viszont teljesen új. Köszönöm. Én nagyon meg vagyok elégedve egyébként. Csak gondolom, hogy kimegyünk, akkor itt meg már a parkolóházan. Igen. Igen, úgy látom. Ennyi igazából. Na hát ez nagyon jó. És akkor holnap pénzszállítás lenne. Majdnem azt kérdeztem, ki ez a szép autód, de... Teszteljük is akkor holnap ezt a garázs. Az viszont a probléma, hogy ez sem működik. Az ATM-ek az a baj, még nincsenek bekötve. Ó, látom, itt vannak a kulcsok, az autó kulcsok. Jó. Igen. Szuper. Jó. Minden kulcsot megtalál. A PD-ről melyik a kedvenc kocsim? És gondolom mind a kettő garázsajtó megnyitható. Csak meg kell várni, hogy kinyitódjanak és utána becsukni. Persze, itt azt észrevettem, amikor jöttem.
Jó, akkor most felcsatlakozok most már rádióra, mert így legalább hallok mindent. Szép napot a kollégáknak, Dr. Székely Szilárd, 10-8. Szép napot, kollégám. Erre egészség. No, uram, hát akkor... szerintem megyünk járőrözni a kollégával, az új kollégával. Menjenek nyugodtan. Jöjjön és már voltunk már, csak az a baj, hogy nem volt semmi interakció, úgyhogy... Persze, gondoltam. Mutassa meg neki, hogy mit, hogy kell, és... akkor minden rendben lesz. Köszönöm szépen. Áttok addig is további szép napot. Viszont szép napot. További szép napot. Vigyázom erre. Dobjátok a kedvelés, fiúk, lányok. Tudjátok, milyen az új PD-s átszakolőről. Kurva jó, nekem nagyon tetszik, jobb, mint az előző. Plusz egy. Hát, amúgy nagyon jó, csak eltévedtem benne. Jó, láttátok, persze, hogy távirányítós a kapunk, és nem kell arrébb álljunk az autóval, és bezáródik. A távirányítóra rá kell nyomni. Igen, csak becsukódik, nem kell arrébb álljunk. Igen, 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 igen. Sziasztok, hello mindenkinek, üdvözlet, csővász, hello, hello, hello. Ez igen. Ilyenben még nem ült? Nem. Csatolja be az övét, jó? Dani kollég elkezdett üldözni egy városlakot, azonnal 178-as hát, kényben nem áll meg. Mindenki az. Tudom, egy óra mire kinyitod. Nem, Daniék nem PD-sek volt. Na meséljen egy kicsit, úgyse beszéltünk még. Fogunk lebeldezni. Adrián, egy DC-t dob el mellé, köszi. DC-re csatlakozzon az, aki gondolja, hogy a szeretne csatlakozni a matolapanokhoz, jó? Scofield kollégának mutatom az új rendőrséget. Igen, 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 egy kicsit hangosabban tud beszélni esetleg. Valami baj van a hangszálaimmal, de most vettem be már gyógyszert, és azt mondták, hogy egy két órán belül fog hatni. Ja, értem, értem. Kitüldözöm. Új rablások, arról úgyis értesítést kapunk. Mindenféleképpen. Elnézzünk a Nemzeti Bankhoz. Elnézzünk a Nemzeti Bankhoz, jó? A héten nem volt bankhoz. Hopp, a taxis látta. Nyugati autópályára megyünk ki. Itt meg az MPC kapunk. Autópályára megyünk fel. Baj van, kollega. Hát üldözünk ki. Van baj van. Ja, baj. Nem tudom, hogy tudok menni ebben az évben. Sok sikert. Jobbra, balra, jobbra, jobbra. Aha. Menj le a legaljára a lépcsővel, és ott a garázsban már kitűz meg. És aha.
talán. Szép estét mindenkinek, hello mindenkinek, üdvözle! Megyek szembe nyugatni. Mennyien vagyunk a szárón? 54-en vagyunk. Itt van lenni, hol tisztán két lefoglalkozni? Lehet, hogy erősítés kéne a nyugati autópályára, mert nem áll félre az illet. Nehogy lefoglalja az autót, ez az én autóm. Ez a Scorpion kollega. Hol tartotok? Tudja jelölni, hogy kollégák merre vannak? Nyugati autópálya! Te hol tartotok? A 3-as bankjál. Vagy mi 4-es bank, 4-es bank. Milyen autó? Nem tudom. Az a helyzet, hogy még nem láttam ilyet. Látja, hogy nem áll félre, tehát hogy nem a, már három felszólítást kiment. Következő a pit aktív. Ne hagyj, hova mész? Mi csinálsz? Hello, sziasztok! Kortikolyok beálltál elég? Pit aktív. Srácok, hol tudok kocsit ki? Garázsba, a baloldali ajtónál. Jövök kipipele. Garázs. Meg a 10-51, hatalmas 10-51. Nem fáj, nem fáj, meg tovább. Jaj, a picsába bele. Ez a szaros autó, nem ütötte meg magát, szép. Ugye? Jó, az leesett, az leesett. Kell még erősítés? Tovább hajt! Elmentem, nem? Biztos MP-t elmúlt. Rője jó fej! Jó fej! Mi nem tudjuk pitelni, sárga a motor. Viszont... Jó! Te üpidelti téged! Következő felszöjtés 44 vagy 43-nál. 43-nál szerintem mehet kerékre a 10 parancs. Meddig fog a pizza? Nagyon megvettek. Sikeres pit. Uuuuj. Jó, 43-nál 10 parancs, csak ki. Kiburtam erőt. Várjátok azzal a 10 parancsról. Elkaptuk. Jézus, ő nem mehet. Szórakozik. Na. Mehetsz. Megvan. Nem igaz. Én abban a szituáció vagyok, korábban én is. Ezek az NPC-k borzasztóak. Visszamenjünk szerelőtte látodon, mert vannak bajok. Előbb be kéne szállítanunk az elkövetőt. Csak rám húzza szemből a kormány. Nekem is ugyanaz volt, kolléga. Jó, ez lesz egy ideig. Ez van, hozzá kell szokni. Más nem lesz. Beszállítjuk az elkövetőt a kapitányságból. Hívunk itt egy... Tudok, hogy hol vannak a cellák, ugye? Nem. Nem tudjátok? Nem tudom. Lehetem sincs, hogy hol vannak a cellák. Megyek. Legaló vannak a Balázsnál. Hátsó bejáratában mentek egyből, ott vannak a cellák, szóval sokkal jobb, mint a vinnárban. Így van, azt akartam is kérni, hogy ha elkövetőt szállítunk be, akkor a hátsó ajtó. Azt tudom, hol a hátsó ajtó.
az öltözőnél, a PD melletti öltözőnél lemész, és ott jobbra, a kis utcába, ugye a PD háta mögött. Ahol régen ott? Igen, ott van egy ilyen kis hátsó bejárat, és hello. Ott egyből meg... Hello! Figyelj, mert olyan problémám van, hogy megkülönböztetővel megálltunk, az simán fellökött az NPC. Lerobbantunk. Pirosan van a üzén meg. Hát figyelj, az a helyzet, hogy ez a mi IC ügy. Mert ugye most el lett mondva, hogy a NPC-k most ugye bele tudja rakva, és hát ezt mindenki tudja, hát mindig érkezik ilyen report, hogy mennek össze-vissza. Ja, és akkor nekem azt akarod mondani, hogy amikor lezárok egy területet, akkor elgázol, az autómat fellökje non-RP-vel, mert hogy IC ügy, fejre áll az autóm, tegnap is, és akkor erre azt kapjuk, hogy ez IC ügy. Ami ugye, egyébként nonsense szerintem. Figyelj Matula, most ennyi erővel nem tudom. Akkor így nem fixálod meg, ugye? Most nem azon múlik, dobhatok rá egy fixet, de... Nem, neki egy kérdést tettem föl, tudsz-e válaszolni, vagy nem? Dobok rá egy fixet, csak azt nem hallgatod, nem hallgatsz meg. Csak annyi, hogy mennek össze-vissza az NPC-k. És igen? Hogyha igen. Mindenki ír egy reportot emiatt, ez a... Jelenleg 55 vagy 60 player, akkor minden reportnál ez lehet, hogy a NPC megy össze-vissza, neki ment a kocsinak. Ezzel sajnos nem nagyon tudunk mit csinálni. De dobok rá egy fixet. Ki lesz ezzel majd valószínű az NPC, mert igazából mit tudom én hányan szavazták meg, hogy legyen NPC. Nagyon jó, meg szuper, hogy van élet. A játékosom kívül nekem sem tetszik egyébként, nem mondom össze. De az, hogy egyébként lezárunk tényleg egy területet, vagy mit tudom én, keresztbe állok az autóval, és az NPC most érdekes, mert kikerülik valamelyik, de hogy a többsége az mind arrébb tolja, vagy elgázol, vagy mit tudom én, lehetne IC-ügy is. Csak ugye bár ez még az elején IC-ügyedre, egyre idegesebb lesz a játékos ebben kapcsolatban, és utána udalon jutunk vissza, ahol eddig voltunk, hogy nem kell akkor MTC. Ezt teljesen megértem, akkor egyébként nem sem tetszik, hogy... És egyébként, ha meg azt mondjuk, hogy IT ügy, most indokolatlanul egy MTC minek akarja fellökni a rendőrautót, érted? Mert akkor arra azt mondom, azt mondod te, mint admin, hogy igen, mert MTC egyébként. És hogyha egy játékos követi el, akkor az meg non. Úr is, se humálapsz. Megfixálod, köszi? Elindultunk a humálapsz területére. Ha nekünk jön szétverő a fejed! Felesedleges lövöldözése. Nem megyünk ki, hogyha nincs tudsz. Dehogy nem. Nem megyünk ki. Nem tartnék. Hogy kell is kérni? Jó. Ha nem a sárgák vannak, kimeltünk, de és egyébként ott nem megyek. Írják ki a gobot, uraim, hogy van-e tudsz, jó? Ha nincs túlsz, én nem szeretnék kimenni. Ha van ilyen opción. Eszméletlen lag van. Egyébként ön tud vezetni, uram? Igen, tudom. Hülye kérdés, de hogy tud is egyébként vezetni? Nagyon követ, hát. Hogy? Tessék még egyszer? Tud-e vezetni? Igen. De csak ha nagyon muszáj. Hát akkor ez már régen rossz. Tankolunk, ha már itt vagyunk. Nagyon csúszik az út. Kell az egy szíves? Micsoda? Ne kell, az nem. Én nem tudom, hova lett. Itt tettünk, bazd meg. Lerövítettük az utat, alulról. De hol vagy? A uram, ne nyomkodja, jó? Majd én. Jó. Bazzik, Skopi, mit csinálsz? Mit, hogy a téves riasztás? Ezt írják ki itt a választ. Jó, és te elhiszed? Zsombi, mondjad a kérdésed nyugodtan. Megnézzük, jó? Már itt vagyunk, most jó, jó. Jó, akkor jelöltem a térképen. Jó, mindjárt tankolok, átveszi a volánt. És hogy vannak kárszak? Hát keresztbe vannak, előtte nem. Előtte szép óvatosan vezet, hogy lássa és érezze, milyen erős a motor. Sokan vagyunk, jó? Sokan vagyunk. Múltkor is behatoltunk, amikor a szép óvatosan.
Sőt, van magángolyó mellény? Golyó álló? Már az elején is az, hogy ezt írják, hogy tévefiasztás, ezt menjünk, menjünk vissza a CD-re, mert nincs golyó álló rajtam. Szeretnénk ki, mit akarnak? Jelölöm. Skófért már vagy? Vettem. Vissza a CD-re. Gandalfot keres. Majd beszélj vele. Kell-e olyan fizetős textúra? Pack? Chat? Cry? Igen, mit vezetőségnek van? Mivel legális szervezet székként működik a szerver, ezért mindenféle olyan makkolás, ami egyébként meg kell vásárolni rendesen, és nem úgy, hogy megvett feketén beszerezzük valami oldalról, mindenről egyébként legálisan kell beszerezni. Te bementél vagy mi? Hogy is? Nekem nem kéne őket hagyjuk, csak mondom. Mert nem szabad ilyetni, nem megyünk egy rablással, akár van túl szakadni. A nyarban mindig lassít. Nem kötelezzük. Nem kötelezzük. Mivel nincs túlsz, ezért nem... Jó, hát akkor te emiattak, mert nem fogunk ketten bemenni 10 emberre. Hát jó, én nem szeretnék kimenni, én ezt megmondtam. De nem szeretnés kérni egyébként. Vagy egyébként rendőrök vagytok, vagy puncik? Hagy kérdezzem már meg. Nem érdekel, figyelj, akárhogy kikázhatsz. Én nem vagyok hajlandó olyan akciókat, nem valójuknak. Ezt már Optik, ezt már egyszer... Optik, én úgy hiszem, hogy ezt már egy párszor le lett tárgya, vagy kurvára sem értem. Nem rádió téma. Én kivegyek. Ki nem megyünk? Nem megyünk ki, jó? Annak félén. Látja, mekkora egy idióta ez a sofőr? Még jó, hogy nem notkoltam neki. Vagyunk, amúgy. Jó, hát akkor menjék ki, ott a lehetőség. Nem, 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 olyan nincs, olyan nincs, hogy egyedül kemez vagy, vagy kimegy mindenki. Hohohoho, az anyj, hú, te. Ez már ezerszer. Te hát akkor járőzgessünk, hát akkor ennyi, hát most a ti akarjátok. Egy kis akció lenne. Tesó, az nem akció. Múltkor is behatoltunk, múltkor is behatoltunk. Múltkor nem ők voltak. Tegyük hozzá, hogy múltkor nem a sárnak rabolták. Tehát nem értem, ez miért számít? Tehát ugyanúgy emberek. Jó. Múltkor nem a sárnak rabolták. Tehát ugye lehetőség adott, hogy ki akar menni, menj. Igen, nem értem. Kik vannak, én tudhatjuk? Már az apró beállásában. Sárgák. Jó, akkor viszek majd egy tűzgránátot, majd bedobom. Sárga kellene, eddig volt, vagy van 10 humán, ha annyit veszünk. Én úgy hallottam, hogy 10-ben 8-et elbukunk. Áll, arányosan inkább 9-et. 10-ben 8-et is elbukunk. Egyszerűség. Ellenük még nem is nyertünk humán. Megkülönböztet, hogy tegyek fel, jó, hogy hamarabb beérjünk. Visszavazzuk meg. Egy humán nyertünk, az meg a szürkék ellen volt. Jó, gyere vissza a PD-re most. Ne felejts el soha, jó? Itt vagyok. Levike? Tányi. Ennyire butatok vagy? Az alsó ajtónál találkozunk. Hú, mi ez a szaggatás? Egyszer volt találkozunk? Old alsó ajtó. Ott fogom, verásban. Ezt találjátok meg. Mit mele kapcsolatja? Álljon meg itt, jó? Nem állunk be a garázsba, mert ebből az autóval megyünk majd tovább. Jó, csatom az övemet. Ezt elkaphatom? Ajta vagyunk, de menjétek rá. Ki keres engem vagy most, mi van? Ja, hogy ezt így izéval kell vinni? Maradj már egy kicsit csöndbe. Jó. Gyertek. Sziasztok, hello mindenkinek, kedvelés, ne felejtsétek. Ez hol? Egy hossz hol megy? Repül? Vagy mi a kész? Szerintem Harry vár repül. Szerintem is. Mindig várok mindenkit. Dél fölött most menjek. Hagyjuk, hagyjuk, rendőrségre menjünk akkor, hagyjuk. Hol van a gyülekező? Oda a sajtónál. Az merre van? Az itt van maga előtt. Itt vagy mi? Oké. Okay. Mellettem ugye egy sárga ragusztunk. Mindjárt bemegyünk el. Szer, már átfestettük. Oké. Okay. Hagyjuk, srácok. Ez egy fehér is. A rendőrségre. Jó, ja, most nem mindegy.
De ez a jelölet... Az a jelöletlen brabuszunk? Az a sárga? Schofield? Jaj, ne tartsanom a pisztolyt, kollega. Ki tört rád pisztolyt? Én nem. Ád! De... Azt gondolom, hogy ugyanannyian vagyunk, vagy többen. Simán meg kéne próbálni. Múltkor is bementünk. Nem kéne szerintem embert. Ember alapján nézni, hogy most ők sárgák, most ők fejlődik. De ott is írja, látjátok? Tehát addigra már így nem mennek. Ott írja a kezemben a vagyonat, fekete pénzt is, a milyen rendfokozatban vagyok az LSPD-nek. Ők beszélgetnek közül. Nincsenek rádió, szerintem. Amúgy azt Gandalf azt mondta, hogy menjünk. Gyertek be. Az a sapka eszméletlen. Milyen sapka? Növeldöznek. Semmi baj. Ó, Istenem, hogy kilöksz. Így hal mindenki? Így is van, pédé új lett. Ott Ádám, te is hallasz, Szevi is. Nem tudom, hogy hívják az új kollégát. Ő is hall? Elnézést. Hallom, igen. Rendben. Tegye fel az a kezét, aki ki szeretne menni. Hát én erre csak azt mondom, hogy a parancs az parancs igazából. Tegye fel a kezét. Schofield, itt vagytok már rádión? Nem tudom, ők... Schofield, ez tuti nem Gandalf, az mit mondott? Gandalf az ki akar jönni, mondta, úgyhogy igazából nem számít a Schofield, mert nulla, ugyanúgy, mert akkor egy-egy érted. Legyen hullánlap, menjünk ki a hullánlapra, chat, írjátok meg. Tehát igen vagy nem. Senki nem akar járőzgetni, hogyha van egy rablás. Menjünk-e vagy ne? Akkor... írjátok meg, chat. Menjünk vagy ne? Igen, igen, igen. 12-en vagyunk. Igen. Oda be semmiképp nem fogunk menni, bentre köszönöm semmiképp köszönöm szépen nem, mindenkinek, pacsi a reagálás. Képesek. Hát akkor valószínű, hogy megyünk. Mindenképp kint kell valamit csinálni velük. Nem fognak kijönni minden. Nem fognak kijönni, és külsősök is van, az fix. Persze, hogy van. Mindig van külsősök. Ja, basz meg, ma megint verekszik ezt. Előbb-utóbb kell jönni ők a várnakban. Ötlet. Nem kell bejönni a kevárokra, ha jól tudom, a ládóhoz nem ott. Akkor is kapunk értesítést, ha nem sikeres. Kevárjuk őket a ládónál, mit szóltok hozzá? Igen, hát ezt akartam mondani. Jó. Mert én benne nem akarok menni, viszont azt, hogy a ládónál megyek. Nulla szirénával. Felmegyünk. És nem is a keleti autópályán, hanem a... mondjad már, milyen meló van ott? A tracker melónál. Ott megyünk fel. Jó? És akkor leszedjük őket a leadónál. Erőtegészségét, Jack James hadnagy szolgálat. Ez a legjobb ötlet. Tudja, hogy hol vannak itt a dolgok, kollega? Én elmentek golyóáróért. Nem messzire ülök egyébként itt a... Erőtegészségét. De az ott egy földes útám, kollega, azt tudja? Jippekkel megyünk. Hát én jippel megyek, az biztos kint áll. Akkor megyünk jippekkel, most ez nem állít meg. Kereső út, ez nem kereső. Nem fogjuk őket elérni. Ne, trackerni lehet menni, izé. Egy enyhe földes út van, lehet menni prapuszokkal. Igen. Majd döntsük el, mert sürget az idő. Miről maradtam le még egyszer? Valami? Már lepsz van, sárgák. Már lepsz van, már lepsz van. Leadónál. Kis a megyünk, ahol már csak a leadóhoz. Igen. Egyből oda viszik biztos. Nem azt mondom, de ha ti tudtátok eddig fel a leadó, akkor miért csak most jut, vagy miért csak hát itt lement a kolléga, szóval mondta. Én ezt az információt tegnap előtt hallottam. Egy elkövetőtől. Megküldted az appire. Megbeszélés a Dorian. Lehetőleg úgy menjünk. Most már akkor 13-an vagyunk.
lehetőleg úgy menjünk, hogy hármasával jöjjünk egy kocsiba. Csatlakozz a DC-re, azt majd beszélünk. Mondhatom, hogy hol van? Hogy minél kevesebb autóval legyen. Érett emberek kellenek a moderátornak. Ott ahol voltam a Magyarországon, ott fölött, hogy van az égszer. Egyébként van egy tagság, amivel jár a mod is. Ha azt mondtad, de akkor ezt így. Megnézzük, jó? Megyünk konvojba, és akkor egyszer volt a szemben. Követ mindenki. Tagságot váltani. Ott vagyunk szintem autóban, mindenki no, lenni golyálló, jó? Mindenkin golyálló, jó lőszer. Igen, az lőszer. Optik maradsz velem a prebuszba. Igen. Most akkor milyen gépjárművel megyünk, Erik? Most rögzítem, így ebben aki gondolja, az nyugodtan. Tagságot válhat. De kell mindenképp egy vagy kettő jeep. Akkor... Megyünk a busz? Jó, én viszek egy jeepet, veszek ki egy jeepet. Uraim, nekem még el kell menni tárat venni. Egy valaki még befér hozzánk. Nem csak kaja kell hozzám, sírás, két ember nagyon. Befér. Hozzám is befér még két ember a jeephez. Ne nyitogasd már légy, de... Mi a? Elmegyünk tárért, kollégák, jó? Rendben. Mi is megyünk. Mi is. Valahol beférek fél? Igen, hozzám. Hol vagy, Dani? Jövök érte. Átfestem. Tédé. Hát akkor gyere ide ki. Itt vagyok. Mindenki tankoljon, jó? Átfestem. 5 darab percet adunk, jó? Mindenkinek. 5, nem több. Sirénákat ne használjuk, kérem. Itt a hova futsz, azt megkérdezhetem? Amúgy a másik irányba mentem ebbe a kurva PD-en. Ó, nincs is nálam pénz. Pénz kell, kollega. Magánál nincs fegyver? Elnézést, uraim, mit vagyunk. Van nekem lőszer is. Te, megvárjuk, leadónál várjuk meg őket. Parkolóba várlak téged. Más lett az egész PD, szóval más lett, majd vissza tudod az Orient nézni. Hanem a leadóhoz megyünk és ott megvárjuk pénz őket. Kivétel. Hozok pisztolyt, hova megyünk, mi van? Meg lőszer. Nem megyünk be a humánba, hanem a leadóhoz megyünk és megvárjuk őket. Oké. Okay. És ez minden. Jó, siessetek, srácok. Hello, pisztolyt. Szia, Csongor. Neked is elismétlem, hallasz rádion? Igen, hallom. Jó. Humán Labs van, sárgák rabolnak nem mentünk ki, úgyhogy a leadójukhoz megyünk és ott megvárjuk őket. Jó, még nem indultunk el. A Levente kollega majd vezetni fog minket, ő tudja. Egy kocsiban hárman üljünk, kérem. Pédén találkozunk. Kelleni fogsz? Na, kelleni fog egy jeep is. Kettő jeepről volt szó, nem? Így van. Csongor egy várunk. Már kint volt az enyém. Jó, akkor itt vagyok én is egy jeepről, akkor kettő jeep megvan, jó? Tisztában vagyunk, de itt több előnyünk van, mint hogyha mi megyünk be rájuk, értem? Ez viszont így van. Tehát még ilyesmi nem tudom, van ott tettél mondjuk. Oké, várunk. Tehát én sem ismerem, csak azt mondom, hogy hol van. Én elviszek. Itt vünk optikkal. A tárolóban úgyis neked kell venni. Na, hol van a... Esik? Hol vagy? Neked kell venni, mert tárolóban nincs. Tudom azért. Hol vagy, nyuszik? Hallod? Illetve aki tud, azt szerintem tankoljon is, mert nem váltanak. Lodnyul, merre vagy? Itt vagyunk a fegyverbolt, nem mindjárt megyek érte. Sziasztok, hello mindenkinek! Én nem veszek nálam, van nálam. Motorokat állítsuk le addig, jó? Öt autót szerintem. Beraktam a frakciókasszába, de nem vettem egyébként. Nem kell, nem kell ilyen sok autó, mert itt van egy kollega, aki egyedül van. Ne vegyél meg, most itt vagyunk. De álbőm is alakadok. Ó, csonki, basz. Hát sunyiba kell tolni. Hát egy sunyiba is tudom, hogy... Jó, akkor megyünk a csongorra, ennyi. Jó, akkor leteszem a probusz. Ne húzzuk egy ideig, jó? Gyere ki, csongor. Indultuk a PD parkolóra. Szóval megvan tankol. Hát már rég elmentek, szerintem. Majd megtankoljuk el. Azt nem mehetnek el? Igen, szer rég elmentek. De fél óra letelik, szép testvérem. Akkor írjuk, hogy elindulunk, vagy nem tudom. Nem szórakozunk, nem nagy nem telt el a fiú. Jó, nem fogunk kirogatni. Te tudjuk?
Gyere szép bátyám. Mi van, Skull? Ledolgoztad az izédet? Egy a végén. Meg vagyunk az öt autóval, akik külsős... Várjál, Erik, mert én még tárélek. Mi mindjárt ott vagyunk, nyugalom, egy pillanat. Tárél, muszáj elszaladnom, Erik. Jó, 05-kor el fogunk indulni, aki jön, jön, aki nem, nem. Én nem várok tovább, nem fogjuk a kuhajzsirálni ezt. Szép. Tehát vagy elindulunk, vagy addig sem. Sok mindenről nem egyébként még. Bemutattam ugyebár az új PD-t, ezt vissza tudjátok majd nézni, akinek van egyébként napság, a live tagja, azok előzetes hozzáférést kapnak. Igen, akkor addig gondnak, próbálj meg eljönni lőszert lenni, vagy valami. Megtekintésére. Többiek meg majd elindulhattok esetleg lassan, és mi felszárkózunk hogy milyen volt. Még egyszer mondom, kedves Ádám, hogyha nem értetted volna, 5 autóval fogunk menni, ebből 4 itt van, egyben addig a csongi itt el. Még mi is vagyunk egy autóban a Danival. Akkor leteszitek és beültök valahova, most ne csináljunk már ebből nagy cirkuszt. Na. Valahova beülök a sofőrnek és mutatom az utat. Eljelölt a GPS-en, az is a megoldás. Faszomért jönnek, jelöletek! Szófér, mennyi időnk van körülbelül? Mi az kérdő? Nyugodtan mehetünk a keletinél. A földes úton megyünk, vagy a keletinek van? Szerintem mi kell, a rövidítünk nem fogunk odérni. Melyik autóban van hely? A jeepekbe is van, hát látja. Az utolsó előtti jeepbe van hely még. Tudom, hogy itt hattatok. Meg nem is van. 3 darab hely van. Az utolsó jeepbe is van még hely. Brabuszba is van a fekete. Jó, indulhattok Erik, de mi felzárkozunk. Nekem. Akkor az utolsó. Erik, ott vagy? Ott előül vala? Itt vagyok. Jó, ne várjatok ránk, mi majd beszállunk. Nem tudom miért ilyen kevés a FPS-em. Szirénákat ne használjuk. Mentem ide fegyvert volt. Előre kart, menjetek el. Előzettem azt, hogy menjetek már. Ezzel a... Nem igaz, mert én is hallom a szirénázást. Senkinél sem, hogy a szirénázik. Szirénázik. Mert senki nem tudja. Mi is halljuk a lényeg. Bocsi, valaki átfestett egy brabuszt? Igen. Festett át. Mindegyik autó próbálja bekapcsolni a szirénát és kapcsolja ki még egyszer, jó? Hallok. Itt vagyok. Most el fogunk menni egészen Paletóig? Nem, a leadóra megyünk. Oké, srácok, megflekmázunk egymással. Tényleg felettesre szerintem. Ezt nem flekmázásnak gondoltam, de csak mondtam, mert... Csillezünk. Tudom, ki lezek nálunk tovább. Ideje, hogy becsatoltál. Viszont lehet, hogy már itt vannak, szóval jobb a figyelni. De azt menj valakinek szirénát, így hiába vagyunk el. Tetőkre is, mindenhova. Te só, 3-an, 4-en, 5-en mondjuk, egy valaki névesző. Lehet, hogy valaki ilyen. Akik itt van olyan, jelenleg az ugyan. Még nincsenek itt, nincsenek. Ide nem bújjunk el, hanem a túloldalra. De a túloldalra kérnék mindenki. Itt vannak, itt vannak, mindenki, vannak, elmentek már, elmentek, látták, gyertek, Majansz azon a pozíciónk, optik pozíció, Majansz, ne vannak, mennek szemni fele. Ugyanaz a kettő izé, mint tegnap,
Egy kamacsó. Lassan mennek, kamacsó. Levárják egymást, bevárják egymást. Négy darab autó, kettő nagy kamacsó és kettő sportautó. Belekedálunk bennük, megyünk. Igen, igen, lassan mennek, 60-nal mennek direkt. Tudják, jó, hogy rendőrségi autó van. Nem látunk, mert sötétített ablakok vannak. Három autó van. Négy autó van, nem? Négy autó van. Ebből már levágták, hogy rendőrség még tudjuk. Kapjuk el, valamelyiket kapjuk el, jó? Nem, felszólítás, jó? Kérlek. Fognak. Valaki rendezi a felszólítást? Nem. Az, aki nem betesz. Szirénákat nyomjuk fel. Összes szirénát. Kell segítségbe menni. Legalább lehet ideig egymásra lehet érni. Egyébként a izéket is elkaphatjuk az a terepjárókat. Az Infinity elindult, azt akkor hagyjuk. Hátsó terepjáró. Gyere a terepjáró, mindjárt. A terepjáró dobozójának. A terepjárót én üldözem el az Infinity-ket. Mit csinál? Jeep kapja el a terepjárót, mert mindenki kipitára úgy. Engedélyt kapok, kit engedélyre? Vörösöm a... Nem hátulról kell meglökni, hanem egyik oldalról az a hátán. Peter, minket mindjárt kilogom a kerekét. Na lőjünk már akkor. A Jeep az fékezzen le a hátsóra. Második FS, Melinda. Kül a Jeep-be amúgy. Engedjenek előre, ha mertik. Ilyen a szilárd tényleg a Jeep-vel. Gyerünk, szék és szilárd. Szilárd, hogy egy jót piteljen a hátsóra és elkapjuk. Menni a földútra, most kéne. Gyorsan, pitelje. Vigyázz, hát a tombra. Menjenek utána. Az üldözünk még, nem lehet felettünk. Hárman vagyunk, hárman vagyunk. Egyedül vagyok kocsiba, merre menjek? Igyek. Kollégák a kipen, ki hol vannak a múlt? Feleslegesen átjúlva. Zeldel, letoltak minket az útról. Ott vagyunk. Menekültek? Igen. Pozitív. Szilárd kollega. A hídon vagyok, bent az alagútban követem. Palettóban minden egység. Tobok fog kimenni. Szilárd kollega, ne vetik rá. Kiértünk vége, megy vissza a hegyre, föl. Gondolt, hogy valaki nem tudok menni borultam. Kérnék egy felszólítást. Már harmadik jöhet amúgy. Mennyien vannak Szilárd a város a kocsiban? Hát nem tudtok úgy utolérni, mert megy. Kettő ember vagytok Szilárd? Nekünk megy, a hegyre megy. Csak kérnénk. Én mindent tudom, hogy az ember. Álljon meg! Álljon meg! Jó, akik Brabusza vannak és fölösleges egység egy darab, az nyugodtan viszed meg a rendőrségre egy helikopterért vagy valami. Dani. Kéne egy helikopter, vagy még egy jeep, valami. Fönt vannak a hegyen, srácok, valamit alkossunk, a Brabuszok. Ott a Brabusszal a folyóban.
Koer, beleugatott a folyóba! Fejezd már be a felesleges rádió használatot, Levente! De vannak még szilárd. Az a baj, hogy eltévesztettem, de még itt vannak valóla egy oldalon. Tip vissza tudtak jönni, értem? Hát felborultunk. Hát kollégák, ez egy szánalmas rossz akció volt. 180 fokban. Vízbe bele, felborult, kifüstölt. De én kényelmesen borultunk fel. Esetleg valakit fel kell venni. Jó, és akkor már is 60 szó. Innentől nem szeretnék akkor hallani, hogy te ki akarunk menni, jó? Innentől nem szeretnék akkor azt hallani. Srácok, én meg kis részpédé lesz. Valamit találjunk. Szeretnénk egy egységet, aki majd értünk. Gandalf, te mit csinálsz a hegy közepén? Várom a szaralét, itt van mindjárt jelent. Ops, itt kell még a heli? Hát nem, nem hallod a rádiót egyébként, hogy Szilárd elvesztette? Komolyan néha, srácok, nem tudom melyik tévéadást nézitek. Hogy gyerekek, hat autóban négy autónk, az meg sem. Jó, srácok, megyek fel a moncsira, jó? Megyek. Engedd el, gyere vissza Pédőt, azokat már nem fogod eltalálni. Akkor legalább kérte a Zénhegyre. Hát, gyere vissza. Ilyenkor egyébként nem hallod a rádiót, amit beszélnek hozzá? Figyeltem. Egy helikoptert látok lent. Tiszteletem, kollégák, szép estély. Milyen színű helikopter? Az, hogy annyira messziről látom, türke-fehér, de... A izénél szállt le a sineknél. Valószínű, hogy az elkövetőknél. Valami embere. Nagyon messzi van, nem látom. Felemelték a sárga autót. A helikopter viszi a levegőbe. Itt? Jó, akkor egy helikoptert kérnék. Mindjárt megyek. Amit küldöm utoljára GPS koordinációt, annak az ellenkező irányába mentek, de hát már egyre messzebb van, úgyhogy önök már ide érnek, addigra már késő. De az elkövetők voltak. Ez a szar is hogy felborult itt. Á, Istenem. Próbálja lefoglalni, hátul van a kerékbilincs, jó? Elindultunk a rablás helyszínére egy grabusszal. Mondja, Derit, gyere és mondjad. Mire gondolok? Mire gondol? Igen. Hát gondjon a F6-ra. Kim vagyunk a rablás helyszín... Amikor szolgálatba áll kollega újként, akkor ezeket kérdezem már meg máshol is, jó? Nem tartoz, amit nem tud. Jó. Van kint egy orosz. De van kint egy ilyen... Sziasztok, hello mindenkinek. Gagyi Baudi. Úgyhogy ne jöjjünk gyors autókkal szerintem, jó? Írjátok már meg, Léci, hogy szerintetek ez az üldözés mennyire volt menő itt. Igen vagy nem válasz szerintetek. Szerintem jó volt. Csak az a baj, hogy tényleg itt aztán ment mindenfelé ez a... Ez nagyon ellecsessze így sajnos. De amúgy jó lett volna. Szerintetek?
ti hogy éltétek át? Érkez valaki, egy kollega? Hogy van? 10 per 9. Köszi, Marcel. Nagyon őszinte vagy. De láttátok, hogy milyen lassan borultunk föl. Ez nem egy ilyen brutális borulás volt. De ne csúszson. Igyekszek. Ez az, hogy na most visszabillen, nem billen. Az egyes banknál én nem vagyok az akcióparancsnok. Hát most értinkedni fognak? Hát remélem igen. Egy Audi RS 6C8-ról van szó, illetve egy Lamborghini Urus R-ről. Lehetőleg Dodge-okkal. Jeep, egy Jeep-et is szeretném. Megyek Jeep-tel, jövök. Megtankolok. Muszáj volt beírnom. Most komolyan nem jönnek, értem, mert én nagyon ideges leszek. Igen, érkezett egy új emoji. Emoji. Tök menő. Ugye már srácok, amelyik csajszik, itt szaladt az a... agyhalott. Igen. Zavartam. Az túsz. Az túsz, jó? Oké, bele számoljuk. Számoljátok majd bele. 14. Megyek egy dolcsal hiányzik. Valakivel nem tudom. Óvatosan. Rákérdezzek rádió? Elég egyértelműen, jó? Nem volt feltűnő? Kérdezzem már meg a... Scofield hozzal ki Dodge-okat. Vagy Dodge-ot. Persze, izé 8 személyes vagyok. Valaki úton van, értünk a Chili Ádra egyébként? Nem tudom, ezt egy nemleges válasznak vehetjük. Nem baj. Nem magyarázzon! Hát jó csendet szeretnék kérni. Azt várják meg, hogy innen én letaladjak. Volt a heli. Ez egy madár, te. A környéken nincs semmi, hát hogy érünk haza? Paprikás hangulat? Hát ez van. Hát próbáljunk taxit hívni. Majd ha leértünk innen. Haló. Hozok egy ZL egyet, az már lókó. Dehogy is, azt is hozd. Ez szar. Szokkal ezeket ne kövessük, egy Brabus nem szokott. Akkor hát hol vitted a Jeep-et? Dodge és Jeep fogja követni őket. A kollégázom már nem tud elmenni. Ez semmi esélye nincs, ez olyan, mint hogyha... izé... na. Tankolok kedvesen. Jaj! Majdnem megcsúsztam. Hol vagy, Noah? Itt gurulok befele, mint az állat. Melyik? Hát öt ember. Attila Zalán királynak köszönöm a feliratkozást. Üdv a Matula fanok között. Cső, cső, cső. Feltennék egy kérdést. Miért mindenki egyetlen egy autóval jön egy személyként? Várjon, már hol tudunk itt lemenni? Azt hiszem ez baj. Itt.
a helikopter. Mindenre számítottam, ma csak erre nem. Hát eljött, hogy én is, de most nagyon mérges vagyok. Azt elvárják, hogy elkapjuk, de a baleseten szembenünk leszarnak. Rikes jártoregáik már lejutottak a hegyről. Gyalogolunk, gyalogolunk lefele. Akkor megyek van. Akkor egy kis kiképzés, jót tesz maguknak. Kértük. Jó napot kívánok! Rendben közlemény! Csűvált mindenkinek! Napi edzés, igen, Tomi, ja. Csongor, a zöld BMW-ben lesznek a cuccok, jó? Nehogy elvidd. Hú, az elég fárasztó volt, megvárjuk most már a kollégát. Most már bármelyik pillanatban itt lehet. Tényleg mindjárt ott vagyok. Hát borultunk, Tomi, azt muszáj volt gyalogolnunk egy picit. Valamit csináltok akkor azzal a jeep-el, amit felborítottak? Hát ilyen nincs. Jó. Higgyetek vissza a PDX-re, aki. Megtankoltam ezt a fost. Semmi baj. Pihenjen, kollega, pihenjen. Kidövitek nem jó. Most neki fog menni mindennek. Tehát ezt amilyen sértem, tehát gratulálok ennek a kidőtte. De hát tegyünk terelőt, srácok. Ja, kapunk egy kis pizut. És azt most kérdezd meg? Csak a barikádokat is én teszem, mert senki nem csinál semmi. Hát... Egyre több a baj, a sárgákkal? Hát én igazából nem nagyon izgat. Olyan sokat nem vagyok. Egy annyit, hogy elindultam feltett kezekkel, légy szíves. Köszönöm. Üdvözlet! Üdvözlet! Üdvözlöm! Ó, köszönöm, hogy előre enged, úgyhogy be is ülnék ide előre. Ha betudnák... Annyit, hogy elindultam fegyvertelenül, feltett kezekkel valamit. Hát... Megkérdezhetem, mi a faszról hangáltak össze-vissza? Kiszállok hát, ha úgy megy.
Ezt tudom. Na, üljön be. Ott kaptam az övem. Ja, hát ez nem megáll, hogy itt kellett lesétálnom ott legfölülről. Figyeljen, én jöttem volna magukért, csak azt a parancsot kaptam, hogy menjek vissza. Egyébként borzasztóan rossz a szemem most. Nekem is. Nem tudom miért. Jó, az én nem akarok meghalni. Tudom, hogy lassúba mondjuk. Hát legalább a kanyarba. Mennyire irányítható ez az autó magad szerint? Eléggé. Csak az nehezik meg az irányítását, hogy vannak ezek a városbeliek, aztán elrántják a kormányt. Ez igaz, hogy mi mondtuk, hogy 320 van, srácok? Zola, szokottik? Igen, ne válaszoljon. Nem tudom, gondolom. Kérdezik egy nincs. Mondjuk egy. Meddig tart a stream? Hát igazából 22-ig szokott tartani simon. Elfutott az egyik, igen. Jó, hát akkor arra függetlenül kettőnk számoljuk, nem? Nem, háromnak számoljuk. Játékos volt, na. Jaj, annyira. Jó. Kifutott a bankból, után vagy gázol. Miért kérdezted, Peter? Aki egyébként péntek. Erről beszéltem. Meg fogja is berántjálni a kormány. Azért próbálja messzire megkerülni. Egészséges 20 van, igen. Ugye, hát ő a következő. Igen, ez egy szíves kollega. Mennyire teljesíthető ez? Nem hallottam semmit. Konkrétan az se, hogy hány dusz van, hogy mit szeretnének, nem hallottam semmit. Kérem szépen oda, jó, mert többször nem szeretném megismételni. Tehát három darab épséges túlsz van bent. És balra, a bankból kinézve, ismétlen balra, kettő darab túlszért teljes szabadulatot szeretnék kérni. Arrébb nem áll az idióta. Értik? Teljesítő, igen. Teljes, jó, értem. Hú, milyen szaggatás van. Legalább arra álljanak át. Köszönjük szépen itt a gyors utat. Középen hagyjunk már a városlakóknak egy utat amúgy, mert át fog menni az autón. Ugye eszek iszok egy falatot, azt megyünk is tovább. Na, menjünk. Meddig van szolgálatban? Jó, akkor tudja, hol kell lerakni. Igen, megtalálom. Köszönöm szépen a szolgálatot. Valami szép estét. Viszlát. Két tudják még húzni az ürőt, mert akkor be tudok én is csatlakozni az üldözésbe.
nincsen. De felgyorsul. Teljesítve van opti kolléga. 10-4. Visszaírtam itt a népnek. Jaj, Matulámszki, cső. 2. Pont most mutattam meg itt a népnek az új hánkunkat, csővel. Cső. Egyből felcsillant a szeme mindenkinek. Egy jippel megyek ki. Sziasztok! Hello, hello, hello. Ő nem Cyber. Akkor ki? Akkor Csabi. Hát igazából aki hozzáfér a YouTube-os oldalukhoz. Ismételd meg? Merre van a második túsz? Vagy ez az agyhalott volt? Igen, az agyhalott túsz ment ki, meg egy túsz, és akkor még van egy darab épséges túsz a bankban. 10-4-10. Matula tesója, az. Mondom, laggol, laggol. Eszméletlen. Cyber vagyok. Cserélünk helyet, mert úgy látom, hogy gyenge autókkal vannak. Magával megyek. Jó. Kedves barátaink is itt van. Végig jól képes vannak. Sejtet megkapták. Mi van itt? El fogjuk kapni, nyugodj már meg. Hol? Rengeteg autó itt bal oldal, jobb oldal. Ja? Figyelj, hogyha nem tud vezetni, hogyha baleset mi volt a kérdés? Elnézést. Cyber Churchill. Ja, a tegnapi önkormányzatos sztori. Én élveztem egyébként, próbálkozni lehet, de egyébként tudod jól, hogy nem engedjük el. Én a sebesség. Legalább 25 ezer dollárra több lett a kasszánk. Ja, amúgy jó volt, persze. Lajos Skorriknak köszi a feliratkozást. Üdv a Matula fanok között. Igen, röhögtünk, mint a befőtt. Ott tartunk kábel. Visszanézhető már egyébként. Te meg alapból vissza tudod. A hölgy ez kifeküdt itt a... Csak a feladat itt kéne csinálni. Hiszem, jól van. Csak ezen égek ki. Nem, ha lerakod a kordon, nincs vele baj. Felállt a kollega. Érdekes. Gogoltam és nem volt vele baj. Senki más nem volt rajtam kívül. Mondom, mert másodperc. Itt tudtok eddig oda bent baszakodni, csak kérdezem. Bemehetek? Negatív. Hallottani? Inkább kössétek be magatokat. Hallom. Ja, az utolsó túlszél annyi lenne, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon korrekt üldözést, mert nagyon sokan vagyunk kint hozzájuk képest. És nagy követési nagyobb követési távolságot az átlagnál, mert hogyha vesznek egy éles kanyart, akkor ne az nem, hogy a kollega hátulra megcsapantja őket. Nagyobb követési távolságot szeretnének a túlszér, ilyet. Amúgy, ahogy beszélnek közben, hallják a rádiózást is, mert én nem. És ilyenek. Igen, amúgy, egy full korrekt üldözést szeretnének, hogyha már ennyien vagyunk. Remélem minden kolléga akkor hallotta. Illetve még annyi, hogy Dudára szeretnének indulni, hogy majd ők Dudának, jó? Megnézik, hogy mi is beszállunk-e ők is, és akkor utána majd Dudának ők. Tehát így fogunk indulni, jó? Gondolom, hogy Dodge-ok mennek a izére, nem? A Audi-ra. Valószínűleg. Bár mondjuk amennyi Dodge van, jutna mindkettőre.
Milyen dudáról van szó? Ők fognak dudálni, megvárják, hogy mindenki beszálljon. Mi is, meg ők is beszállnak, és akkor ők fognak dudálni, és arra indulunk. Nem, Sirena szóra fogunk indulni. Azt mi az, az már? Mindenki Júj, vigyázz! Nem fogunk észrevenni. Jó, félszik el neki a gyűjtet. Ő fel tudja lökni. Jó, akkor Sirena szóra, akkor válaszol ki kollega most, jó? Egyetlen egy ember, aki szirénázik, jó? És akkor majd... Akkor a... Leges, legjobb oldali... Húszegény éri. Mi van, Buzibi? Bocsánat, nem... Nézzék meg, hogy ki az. Meg személy szerint is, hogy ki az. Ott aki izé, a takóék lesznek azok, akik szirénáznak, ott állnak a járdán. Mi melyiket üldözzük? Mi melyik autót? Jó, várjam optik kolléga, még elmondom itt a dolgokat. Disney. A két jeepünk. Két jeepben megyünk, ugye? A hát két nem jeep az üldözi az Urust, kell, a mert... maradék 4 vagy 5 Dodge pedig, 4 Dodge üldözi az Audit, és egy Dodge pedig marad az Uruson. Jó, ki lesz az egy darab Dodge, aki az Urust üldözi? Meg. Jó, ki ül most Dodge-ba? Sök. Neked kérek. Jelen. Akkor ön fogja üldözni az Uruszt, jó? Schofield kollega. Jó. Annyira lelkes, komolyan, a szív leszakad. Két Jeep és Schofield üldözi az Uruszt, a többiek az Audit. Én közben mondok, te is veszélyesen vezetek. Júj! Szerintetek elkapjuk, vagy nem? Chat, írjátok, igen vagy nem? Nézzük, ha már itt vagytok ennyien, akkor... Nem így akartam. Használjuk a chatet bőven. Elkapjuk a fiúkat, vagy nem? Igen. Szerintetek el? Úgy hát hogy nem? Hallottam, hogy nem hát most arra mondjuk, hogy ezt vittem. Hogy hallod, Naja? Mellett a Dodge-ba beültök az autóba, számolhatok? Abba fog az optik ülni. Én a BMW-be fülök, a zöld. Az komoly? A zöld BMW nem fog részt venni az üldözésben. Jó, benne van minden cuccom. Ül benne valaki? Igen, nem, itt, figyelj, optik, látsz engem? Pillanat. Jó, itt van egy Dodge, ebben nincsen semmi. Ebben nem ül senki, ebbe ülj majd be, most nem kell pisztoly, megoldjuk ne a pisztolyos ezt. Nem látlak. Jó, a legszélén itt hozzád a legközelebb. Jobbra, és jobbra, elég idegesítőek az állam. Dodge-ba, jó. Jó, csak akkor figyeljetek a BMW-re, jó? Akkor csukjátok már. Tehát hátulok hozzá, akkor várjál, és akkor lesz pisztoly. Hát volt már, amikor nem kaptuk el. Úgyhogy ezért kérdeztem. Én már nem csodálkozok semmit. Itt mellettébe fogsz beülni, optik. Ismételd meg? A Noellék mellettébe fogsz beülni, optik. Jó, hát miért tudnám, hogy a Noellék hol vannak. Legszélén hozzá képest. Hogy a járdán állnak Noellék, és amellett leszel te. Jó. Én vezetek? Vezessek én. Jó, én melyiket üldözöm? Azt nem hallottam. Fox vezetni a fék. Csak induljunk meg, please. Jó, akkor számoltok, kollégák? Fejezze már be, meg itt állok. Júj. Ismételje meg, ismételje meg, mert beszélni. Igen, hát most. Igen, jó. Igen. Jó, igen. Nem hallok. Jó, az akció után nem várom az irodába. Jó, jobb kész felülön. Ezt nem hiszem el. Induljunk már! Jó, nem csak megkérdezem, most mit kell itt idegeskedni? Hát nem bent így is szemben. Senki nem ideges, mindenki nyugodt. Jó. Akkor 5, 4, 3, 2, 1. Kettes a rendszáma. Itt feszülni nem is értem elég egyébként. Ez az óvodába kölymoljon, mondom. Felfogása nulla. Én fogok szirinázni, telek szirin. Majd engedj előre optik, jó? Jó, megyek a után. A követési sort tartsuk, jó? Írja a kognit. Első Dodge utána, akkor menjen a második, én vagyok a harmadik, és utána a negyedik. Is lehet? Vagyok meg ungot? Hála működne. Csippom, hol a másik? Zomusz, itt kell ez a public és az egyes bank között. Nem tudom, hogy csúcsot a macskám az mindig rendezkedik. Eddig bírta ki, most még túl is bírta. Nem két óráig. Neki éppen én. Működik a golf.
Jó, értettük már mind a harmadjára is. Noel, Noel a driver? Hát az első autó. Nem. Hát egyenesen megy tovább, el fog minket veszteni, nagyon jól kanyarodik. Jobbra ment. Látjuk még? Látjuk még, ugye? Látjuk, itt van közel. Ííí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 
Nem haragszik meg, kollega, én inkább itt lelassítok, hogy felboruljunk. Miért? Ott megint jobbra ment. Visszakanyarodunk. Forváz. Egyenesebben. Erre jobbra, jobbra ment. Nem? Jobbra ment? Nem. Szerintem, nem tudom mondjuk. Szóval kollega látja. Jó, fölment erre a gecire, csak nem tudtam a városlakot a főhajtani veled keresztbe. Jó fejek. Elvesztettük ezt a szart. Ezt szerintem nem erre. A jeepek még üldözök, akkor lehet meg segíteni. Tudj csinálni. Kórház 5-ös, vagy 3-os, vagy 6-os. Most hol van a 6-os? Hát amikor mondtam, hogy jobbra. Megy fel államihoz, államinál van. Akkor legalább látja. Azt tettek le vissza a 6-os bankhoz. Bank előtt. Ezt hányszor írod már meg egyébként? Nem. Ezen kettő szeretnénk kérni, elindultunk ebbe a busszal. Hájó. Ne ilyen vagyunk, Jézusom. Igen, ezt beszéltem, ezt legyen. Hájó, meg azonnal fegyver a magánatlanszak. 10-12, hol jár az Audi? Szeretnénk Audi run, minket. Audi run, tél semmit. Másképp használjuk. Na, majd bemutatom, hogy kell vezetni. Átkezek előre gyelekik, na ezt figyelj, nem kapatom, hogy itt megy. Persze, tényleg engem saját emberén kipiteltek. Jó, hát csak nálam mentünk neki állítólag. Miért, hogy ilyen kevés TV jön? Mire ön beszélt? Oké, okay. nem erre, balra menjen. Tudom, hogy kell vezetni. Ennek ott van. Hát egy szembe sáv. Publiknál vagyunk. Autót fog cserélni valószínű. Azt nem hagyom. Nem. Ki jött? Füstöl. Miért csinál? Között. Álljon meg most már, elég legyen a Ramulból. Álljon. A rádióba kérem. Jó van, már mindent nyomtok. Adjok én a pofolja arra, nem most adok, hogy én neki már. Menjenek a felszólítások? Értek. Dombó hegyen, faluba. Azták. Ti. Szegénynek van esélye. Bevette a fasztelibe. Megfogom, kiítom az ajtót, kisegítem az embert. Itt vagyunk a nyomén. Miről beszél? Nem tudok kiszállni? Mondja meg, hogy hol vagyunk. Mi segítettük. Hát nem tudok kiszállni. Megvannak? Nem tudok kiszállni. De csak az egy hálló. Jó napot. Mert én őt lelövöm. Hát de úgysem. És miért bilincselsz meg az Isten basszon meg? Hát üzünk. Kor, gyere. Lehallásom az úrnak a rádió, hogy nem tudunk vezetni. Ezt hívták fel üldözésnek, mert a Brabusszal nem lett volna fel, kollégák, ezt itt most megint. Az az Audi, hogy kanyarodik a Brabusszal. Akkor elmondom neked, hogy olyan Audi volt, és nem úgy kanyarodik.
megyek. Akkor át felment a rádiójuk, ha bármi olyan van, akkor én azt továbbítom. Adjuk. Állj meg, Csongor, azzal. A parton vannak még elkövetők, ha jól halljuk, mert ilyeneket hallanunk a rádió, hogy fussanak a víz fele. Fussanak a partra, fussanak a vízbe. Igen. Ne hagyjuk itt őket, kollégák. Most mindenki elment innen. Ment el innen mindenki! Gyerekek, miért megy el onnan mindenki? Megkérdezhetem, miért nem ültetek őket egy autóba? Visszaviszek egy lerobbantott csöt, viszek vissza. Optikont vigyem vissza. Ekla van robbanva? Fog engedélyt egy Brabus kivételére, esetleg, hogy gyorsan visszaérek a helyszínre. Negatív. Köszi szépen. Tessék, Ádám, mit mondtál neki? Hogy köszi. Még egyszer ilyen meghallok, akkor dolgok lesz. Szongi mögöttem? Tessék. Te vagy mögöttem? Muszáj visszavinni, mert megint lerobbanunk, azt megint gyalogolhatjuk. Mivel menjek ki? Vissza, ha már visszaküldtek velem egy baszolgócsot. Lag, nézd meg, mindjárt ki is hagyom. Ha van mesztelen ember, akkor azt igazolni is már levetkőztek. Levetkőztek, most halljuk a rádión. Jó, minden információt szeretnénk, hogy elhangzana. Hogy merre mozognak. Kérhetnék ide a partra, hogy átnézzük. Hát adott. Meg malus, ez malus, ez malus, 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 malus. Vetsz. Tebbe. Tudom. Valami második emeleten vannak. Két személyes autóval vannak, autót cseréltek. A házuknál vannak. Tudjuk, azt tudjuk, hogy hol van? Hát ezt nekem. Hol van? De mondjad, nem tudjuk. Az egyik a hákunk van. Aha, de hol van a hákunk? Tehát itt az a kérdés. Még nem tudjuk, hogy hol van, mert azt tudjuk, hogy megvan a házunk, csak azt nem, hogy hol van. Mondjatok egy kedvenc számot, és megmondom, hogy hol van. Hol van kb. Egy körülbelülre mondjatok, hogy hol van. Te egy kétszemélyes fehér üzé. Jó, nekünk megvan a HQ, Kaer bejelölte. Itt gazdag megyek fölött. Ott van, ahol a másik, pillanat. Amit tegnap előtt fedeztünk föl. Ugyanott van egy utcában. Menjen el valaki, és mondja. Fölött fordít. Rendőrségre az az. Michael ház, azt mondja, akkor ez. Koordinációra gyertek. Mit
majd ott van, hát vagy utcával fontabb, mindegy. Most ment be egy fehér autó a hátulra. Én azt láttam én is, azok már akkor autót cserélt. Bár én nem fogom gondolom, hanem levárni őket, hát két személyes fehér autóval vannak ide szerint. Melyik az, hol ment be? Melyik házba mentek be? Hát geci. Hova mentek be? Házunkba, azt fentről tudjátok, egy utcával fent. De melyik? Te csak... Hol van egy teniszpálya? Hogy mondjam még el? Most indul nekem, most indul nekem, most indul nekem. Uraim, megvan a pénz az egyik úr. Egy ember elindul. A rókamatikus, ne? Jó, keressük meg őket, srácok. Aki tudja, hogy oda... Menj, Dani, menjetek oda. Ilyen autó. Ez az valószínűleg. Menjünk, hova menjünk, mondd. Zoldik. Itt van a piros izi. Miben segíthetek, uraim? Azt mondjátok már, hogy valami az a retkes házban, egy utcával feljött. Optik, ha ismered esetleg? Jó, hol vagy, gyerek, köves, hol vagy? Esély! Life Invader? A ruhabolt, ahogy volt, azt mondja, hogy ilyen mentek kockban. Gyorsan az utázunk, ez lesz, ugyanis bankrablókat keresünk. Igen. Így van, szóval is kezdve van. Egy kamacsúval van az egyik, az nem lehet? Itt egy rádió, tehát a Józsefi telefon. Erre a rádióra ránézek, hanyas frekvenciát látok? Jelenleg nem vagyok egyetlen frekvencián se, ez nem látos mennyit. Nem látok itt rájta semmit. Ez most nem volt ismerős optik? Mi van? Kicsit gyorsan átvizsgálom, ura. Így van, bejönök itt a kesztyűtartóba. Aja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 j. Találok itt 9 darab ilyen gyomostasakot, illetve egy combat pisztolyt. Hm. Hát vannak bent. Ilyen festékes pénz. Illetve egy személyigazolványt látok még itt. Innen jött ki az a jeep? Uram, azt a személyigazolványt mutassa már fel, kérem. Illetve... Hát, fejér, mert... Én fingom sincs, hogy ez milyen hátú, vagy kinek, vagy minek a hátú. Ilyen info után csak bemehetünk már, nem? Van bent egy Mercedes. Tehát nem mindjárt mondom a továbbiakat. Van cian kék neon a fehér a... Sárgák? GTR-e vagy a Merci? Én nem tudtam. A maszkos már volt fegyver, de biztos, hogy csöndet szeretnék kérni. Emeleten van fönt.
mi van fönt, srácok, nálatok? Semmi. Mi vagytok ott 600-an? Most rá akartok csapni, vagy? Duplát keresik, azt mondja, akkor jó, biztos, hogy a rádióra keresik. Már nem beszélnek senkivel. Vagy takó. A garázsban. Valami luxuri cuccot visznek, tesó, gyere már. Nem az örtösítőr. Adam, hol az autó? Autópályán jön az a luxuri cucc. Hú, ez a vezes, szár. Vezes, gyere le. Menjél. Hát én ezt nem hiszem már. Látjátok azt a táskát? Nektek is? Ott van? Igen, ott van, azt el kell. Oda, kapni. Igen, igen. Ez a luxus ura. Gucci vagy nem tudom, nagyon értékes. Miért estem ki? Nem tudom, ő is kiesett. Jó. Hol van? Nézzétek a Csíkesen, nincs senki. A helyet nézzétek nekem. Pályám, ott bement, bement ide a kis lyukba. Kéne egy poszmotor. Vagy valami, amivel be lehet menni. Ott van a tűrőknek, azt hiszem, annak ez az egy kiállítva, hogy ott a... Hogy is? Alapítok. Miről beszélsz? Hát legalább bármit élhet. Lent van a csatorna rendszerben? Gyertek a csatorna rendszerekkel, befutunk. Sokáig van rajta, mert ott elvesztjük. Nem tudom, mi ez a lag. Itt lesz valahol. Csőrendszer. Hallok egy motor. Hát megy csőrendszer. Csőrendszer van. Ki fog jönni? Én futok a fent utána, menjek. A csőrendszerben vannak. Megyek csongor egy másik hírjába. Megyek valahol. Kiadatok. Vannak pontosan a kiállatok egy, az a taxi mellett van. Úgy kell, hogy bemész kicsit alá, és akkor látni fogod. Látszok, itt van alattunk, látom, egy fehér ruhában van. Rossz motorral vagyok, a rendőrségnél hol tudok bemenni? Fehér ruhában van motorral, szürke motorral, nem tudom milyen, sárga sisek van rajta. Most tovább mentünk rá, vagy nincs motorral? Társaság felepülősítés. Itt megyünk mögötte, ilyenkor tévük vagyunk. Üdözzétek, hogy sétáltuk, hogy mi? Jippel megyünk, csak egy sportmotorral megy végebbe. Mondjátok már, hogy hol a PD-nál ki fog jönni, PD-nál bemegyek oda. Azt esőt a társaság. Hát akkor nem PD-hez, hogy bocs. Ha nem látjuk. De látjuk, hogy ja, nem látjuk, hogy a taxi az megy. Visszafordult, igen. Srácok, a taxinál hol tudok lemenni? Lőni vagy, mi van? Henrik, veszítesen vagyok másik. Tűzparancsot adsz. Ezt faszol. Kikapcsoltam, Peter. Megvan? 20-szor fegyvert fogtunk rá.
De üldöztek még? Egy megy visszafordult taxi. Vagyunk itt, jövünk be a taxinál, ne izgulj már. Jó, ott menjetek, jöjjön. Sétálunk befele. Hol mennek? Itt jön, itt jön, itt jön. Lőjetek, lőjetek, lőttünk rá. Kerekét vagyok, lábát lőtt. Lejövünk. Lejövünk a rádióról, jó? Lejövünk, mert nem hallom. Jó, az SOS. Taxi kiállat, SOS. Geszi. Vízbe úszik, vízbe úszik. Nek menjenek, menjenek. Hol van? Hol van? Jobbra, jobbra. Elfutott. Motorral? Bokorná, bokorná, bokorná. Fegyvert tartunk magára, ne mozduljon. Megvan. Megkutatom az úriember ruházatát. Ja, nem találkozunk, mert semmi illegális. Húhe, hát úszik az ember, halljátok? Hol? Itt egy vízes. Hát úszik az ember. Figyelmét. Hát azt mondják nekem az ember a kocsiba, hogy úszik az ember. Azt itt hagyja? Ez nem az ember. Maga nagyon nagy betyár. Nem félt a fegyvert, ahogy láttam, de nem baj. Hol? Uram. Hát semmi, egy 10-szer fogtuk magára a fegyvert. Nem hol magára volt ma házat. Végig mentem. Végig ment, de... Uram, egy kibaszott sportmotorral ment. Egy sportmotorral ment a vízbe. Milyen vízbe? Hol? Nem volt víz ott. Nem voltak vízes és akkor megyek mindjárt, jövök. Pászol, már volt itt, mentem itt. Ja! Gyere arrébb, cica. Gyere arrébb. Ő mindig keményebb volt, hogy egy kocsival ugrattak be, meg minden. Hát mert a sportmotorra? Az ebbre. Hát én már pászol, mentem itt. Azzal nekem... nincs baj a sportmotorra, a sportmotorra. Mi az, hogy nincs baj? Tudod, hogy nincs baj. Illegálok, mehetnek minden, nem mindenhol, uraim. De... volt rablás. Dani? Inkább nem mondok semmit. Szép volt, uram. Három adott a fegyvert, tovább ment. Milyen néven volt a gépjármű? Hálan. Hálan mi? Valaki azt remélem beviszi, tehát hogy nem... Szóval vigyük. Jó. Rá, köszönöm. Azt adnám, hogy az élván tartott. Figyelnek rám, akkor nézők esetleg. Zúrnak először a ruházat, tetszik. Jó, végig tapogatom. Fel a közövére csatolva egy telefont rá, előtt összeben rákeztem. Találják meg a zsebébe kenyeret, vizet. Jó. Az előbb egy full fekete Audi. Illetve akkor az úrnak változik egy vezető szerető bilincsére. Fekete Infinity, amit a legutóbbinak már üldöztünk. Rám rántottak a kormányt, fegyvert fogtak rám, kiszállítottak az autóból, kényszerítettek, csinálják ezt azt. Ezt meg azt. Jó, úgyhogy keressük őket, legyetek szívesek. Megint itt tartunk. Igen, igen, megint itt tartunk, hogy ok nélkül rám húzzák a kormányt és... kicsodál, kicsodál, mert arra lemaradtam. Azért megy árőröztél. Barátos neim? Így van, tudod, tudod nagyon jó. Nekik. Jó, fekete, barátos fekete Infinity, jó. Fekete Audi. Barátos neim, oké. Okay. Fekete Audi az, melyik Audi az, hogy terepjárunk fél? Q6. Vagy SQ6, RS6. Figyeljetek már, itt van egy volt rablás is. A csávó kim van az ajtóban, egy voltával a kezén. Mögötte két túlzó. Autóval van kint, ne is haragudjon meg. Egy fehér BMW járik. Jó, most... jó. Most Brabusszal fogunk kijönni. Két elkivetőt. Piros Merci... piros a felnie? Igen. Az úriember hajszik, ha nem, tegnap volt a rendőrségen olyan 22 óra, vagy 23 óra, fele nem tudom. És azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy üldöznék a rendőrök. Valószínűleg ő lesz az. Hát, ránézésre mindig elmondja. Így, hogy mondta, hogy a balta a kezébe van, így
már igen. Hát az egyikem meg balta van a kezén, a másik tudod melyik. Várjánsz ránk, morogsztag! Köszönjük a korrekt! Mint a Pete Boons! Mondtam, hogy izé, tégla. Dick, he! Engedd el! Megkapod a Monster Bindscon! Nem gyűjtök, én nem voltam soha autogurú. Ha nekem kell autó, azt úgyis beszoktam pépézni. Látjátok, három autóm van kb. Az is csak azért költsem a pénzem. Elva ez a csőcső. Az a pillanat. Uram! Szilárd úr, jó napot! Jó napot! Önt szólították, hogy önt szeretnék. Balsztás úr, igen. Hát a esküszöm, az az űrge volt ott, aki tegnap jött este, hát én az agyam állobom. Az hát ő magát mondta. Hát tudom, azért mondta, lehet, hogy magát, szóval vigyázzon, hogyha esetleg bemenne. Szeretne bemenni? Hát ha az akcióparancsok kéri, akkor igen, bár nem tudom ki az. Uram! Nem tudjuk. Témaváltás következik most. Ajjaj. Nyilvántartás... Jaj, kollega! Na mondja. Jó? Akkor most agresszívan fogom feltenni a kérdést, és nem kedvesen készen. Na igen, holnap remélem rendezik a pénzszállítást. Így van, ő lesz az akcióparancsnok. Így van, így van. Ma na fogjuk kiírni a takok elegeve. Jó, a kérdés a következőképpen hangzik, jó? Szeretném, hogyha egy 5, 10, 15 mondatban értékelni az új rendőrséget. 5 és 10? Muszáj 5 és 10? Ahogy gondolja, igen, ahogy gondolja. Tehát 5 és 10 közé esetlen mondatok száma, jó? Legyen szíves. Szép artikuláltan. Jó, figyeljünk. Ez pont itt kell? Ezt itt, mert most ez ilyen, tudja, fontos a visszajelzés. Elsősorban is fantasztikusan csodálatos a kihallgatók területe, én teljesen meg vagyok elégedve vele, lehetne több is, de bőven elég ez is, úgyse tudunk egyszerre annyian koncentrálni rá, mert valamikor kevés a szemére. A cellák egyébként átláthatóak, tökéletes, bőven elég szerintem ami van, akkor a továbbiakban maga az épület, meg külön, hogy arra gondoltak, hogy mi vezetőknek is legyen egy irodája, szerintem ebben is tökéletes az elhelyezkedése. Az öltöző fantasztikus. Örülök neki, hogy van tükör egyébként másrészt. A továbbiakban még mit is mondjak, ami nagyon lényegeset. Rengeteg olyan terület van, ahol egyébként meetinget is tudunk tartani. A réginél is volt, de szerintem még összetettebb is hangulatban is. Összetételben is tökéletes a szín kombinációja. Nagyon örülök, hogy egyébként felvettek olyan alkalmazottakat, akik ételt, italt adnak, és egyébként ügyet intéz a személyigazolványi kiállításában is. Úgyhogy nagyjából talán meg volt a 10 mondat, de még mondhatnám. Úgyhogy ennyi. Értem, uram, értem, uram. Jó, köszönöm szépen a visszajelzést. Szupi, szupi. Jó, ennek örülök, hogyha szimpatikus maga. Neked itt csak pozitív visszajelzést kaptunk, úgyhogy örülök. No. És akkor ki az akcióparancs? Te hülye vagy, hogy itt mi fogsz. Nem tudom ki. Ki az akcióparancs? Takó. Én vagyok, főnök. Na, hát akkor ön az. Várjuk az utasítását. Schofield a govoló, ezt is megbeszéltük. Jó, akkor megkérdezem, be szeretne menni, mert ha nem, akkor nem küldjük be nyilván. De hát, hogyha bemegy, akkor bemeltek igazából, csak akkor tegyem le a fegyvereimet, gondolom. Így van, tegye le, legyen szíves. Ezekre az autókra vigyázzanak, mert ez simán elviszi az autót, úgyhogy így mindegy, van. Hogy mit rak oda, szerintem B30K-t széglával körbe tenni, még akkor is kártam rajta. Na jó, akkor leteszem a fegyvereim. Tessze! Négyes Braubusz az enyém.
majd a nagy húgyér. Jó, meg szeretném kérni a Schofield-t, hogy zárja le a területet, és aztán én megkérdezem, hogy van-e tűz a bankban. Engem. Így van, govolja ki, hogy le van zárva, jó? Kérem. Ezeknek hiába ír bármit, és kilátja. Ezek úgy is szaladgálnak itt, mint a gólyakos a levegő. Így van. Jó, a... Szanyag ez itt van, Koher kollega? Koher nincs. Noel a rádió? Talán. De portrablás, milyen autó van? Mehet? Egy darab fehér BMW van kint, úgyhogy... Hát... Tudod-e? Igen, mert már kint van 4 darab busz. Basszul. Az úr biztos azt fogja kérni, hogy csak üldözni. Nincsen fegyvere, csak egy baltája, de azt nem fog félni használni, azt mondja. De várjunk már! Mondja. Tegnap ugyanitt volt egy GT-vel, jól vezette. Igen. Ő nagyon jól vezette. És ő este jött vissza, nem 23 órakor, hogy ő még szeretne egy ülde. Hát mondom, ne ragudjon, ez nem kérdő. Úgyhogy na, megyek. Menjen. Persze, ismersz, Hamz? Ajaj. Ja, elindul. Jó estét, szép napot. Üdvözlet, Hamz. Jó. Tengermely tiszteletem. Ja. Ja, mondja már el nekünk is ezt a fi... Jó, lopják. Meg is ez a kollega, meg is ez a rádió. Jaj. Menjen a lúzburitáskára. Minket is jelent. Jaj, várjon már egy pillanatot, elnézést! Az egy kormány, hogy kérdezem, Smalmeg! Hát magán zacskóra fején! Bocsi, az volt kérdezem! Most vettük le, meg tettünk számat, hogy tenszek el! Igen, ért volt kérdezem, bocsánat! Hát igen, kurva bütös, igen, tudom! Na, Főnix, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Dr. Székely Szilárd vagyok, a lezredes, az LSPD-től. Hallgatom, uraim, ez a két túlszuk van? Yes. Hát... Úgy reszkedtek, mint a nyárfalevél, nem bántod az egyik, ugye? Az nem. Az egyik az nem Tunz lenne, hanem a balszta hordozom szom. De úgy látom, hogy itt alkudozni kell önök szent. Hát igen. Mert ezért problémánszok vannak. Na Főnix, egyik túlsz, én szeretnék kérni egy két személyet. Állj meg, Gatins, Cabrions, Mercedens. Én inkább satt, ki leszeretnék tenni a jelvényeket. Egy két személyes Cabrions, állj meg, Gatins, Mercedens. V8, Vitor Bons. Igen, lehajthatott jetővel. Igen. Mercedes milyen? Bravus mit kér? Vagy mi? Állj meg, Gatens, két személyes. Maga Cabrions, mondja már, mert nem értem. Ja, akkor figyeljen. Szeretném kérni egy Mercedes, állj meg, Zsia, 2-2 bioturbot lehajthatott jetővel. Ja, a szín mindegy, de lehet a fekete, a piros csíkkal, oké? Mercedes. Nem értem, esküszöm. Hát yeah. Nem tudnak artikulálni, komolyan. Ez zacska valaki, főfélemben bér, ami nehéz, bocs. Milyen Mercedes-t akarnak? Nem értem. I'm meg Gaines. De mi az az I'm meg Gaines? Hát ami ez? Ez is I'm meg Gaines, Mercedes. Nem rendőrautót akarnak, yeah. Ugye? Nem. A két személyes Cabrions a 70.000 dolláros autónsz keres autónsz. Szeretnék. Mercedes AMG Cabriót szeretnék. Ezt mondtam, I'm against Cabriót. Ez ilyen komplikált? Nyugodtan. Hát már nem ezt mondták, ne arra gudjanak. Egy túlszért. Ilyenkor lőhetünk rá? Igen. Kire? Hát ugyanúgy. Kis türelmüket megkérdezem. Nyugodtan, tárgyaljánk meg. Másként meg szabad utat szeretnénk. Igen, ha lehet, akkor fekete piros csükkel. Ha, most akkor tisztázzuk. Merre szeretnének a szabad utat? Akkor írja a felszólítást. Barrens. Akkor nyissák már ki a szabad utat. Tárgyaló, itt van. Itt a tárgyaló, igen. Mert megint hordókat kezd, Barrens. Igen, minden rendben van, csak hát ezek nem tudnak beszélni, ne haragudjon, ezt így... Mondja már meg nekik, hogy kettő jól lakott túsz egyben van, oké? Jó, kettő darab túszuk van, jól lakott, nagyon reszkedtek, mint a nyárfalevél, de el is mondták, hogy mi a követelésük. Követelésük az egy túszért, hogy szeretnének egy AMG Mercedes Cabriót, ha van erre lehetőség. Jó lenne. Nincsen erre egy túszért. Nincs egy túszér erre lehetőség, továbbítom. És egy fél túszér? Egy fél túszér? Nincsen fél túszér, és negyedér sincs. Negyedér sincs. Ja, ott jönni az jó. Illetéktelen beátoló lőjék agyon. Hát nem hiszem el. Tegnap mondtam, hogy jöjjön a kukás. A franc vigyázz.
Na igen, jó, rendben, nincs rá lehetőség. Akkor nincs rá lehetőség. Akkor egy túlszín szeretnénk. Baren Sabarutens. Jó. A... Barra szeretnének egy túlszért teljes szabad utat. Ki barra? Bangold. Egyért nem. Egyért nem. Kettőért igen? Kettőért igen. Csak kettő túlszért kapnak teljes szabad utat. Tudom felajánlani ennek a részleges szabad utat, de úgy látom, hogy kordot nem is raktak le, úgyhogy csak szabad utat tudunk ajánlani. Jó van, akkor a részlegeset szeretném Zvanra. De hát azt tudja mi. Persze, elrébb kéne az autónk szanálni. Jó, akkor egy túlszél részleges szabad utat szeretnének, és ragadkodnak, hogy az autó álljon el onnan. Túlszél a részleges szabad út az az, hogy az útról leáll az autó ide a fűre a járdára. Az a részleges szabad út. Nyilván értem. Tájékoztatom őket. Köszönöm. A részleges szabad út ugyebár azt mondta az akció, hogy annyi akcióparancsnok, hogy az leáll a fűről a gépjárni. Jött itt biatonban. Vagy nem a fűről, na bocsánat, az úttesről a fűre. Ja, hát nincs is fű, a parkban van a fű, a kockatérnél, odaig leáll. A lényeg, hogy az úttestről le fog állni az autó. Ennyi igazából, igen. Nem de tudom akkor milyen fűre gondolta. Oké, én fűről. Nem rög... Fű, gondolom oda, akkor... ahol áldak, de amúgy maga is látja, ne beszéljen össze-vissza. Ott van, én látja maga is. El. Jó, de akkor leáll teljesen, nem indul. Leáll, tökre megy. Na, elfogadják aha. Így. Ja, tehát tönkre megy, leáll, kaput, na, jó, várjon, dupla vagy semmi, Főnix, akkor azt mondom magára, kettő darab túlszénsz, de előtte szeretnék kérni egy pisi szünetet itt a búzban. Kettő túlszért szeretnék a teljes szabudatot, vagy már nem igen, értem? Igen, igen, de tartanék, amilyen kimennénk, megvárnám, hogy maga is beszálljon a gépjárművben, igen. Szeretnék előtte tartani egy pisi szünetet. Na jó, tovább. Igen, beleittünk a kólába. De nem fizetem ki. Túlszárgy az akcióparancsoknak. Balra szeretnének akkor teljes szabad utat két túlszér. Viszont hozzátette a kedves elkövetők, hogy megvárják, hogy én is beüljök az autóba, és majd ők is. És még el szeretnének menni egy pislantási szünetre, ahol pisilnek, mert hát bekóláztak állítólag. Van erre lehetőség? Ne. Nem, ez egy kokain, nem volt. Ez mit jelent, hogy elmennek egy pislantási szünetre? Sima Coca-Cola, innen ittunk. Elmennek brunyálni. Brunyálni na, kell. Na, már megyek, mert főnisztem. Húgyozzon oda a boltba, nem fogjuk kiengedni pisilni. Nem akar kijönni, itt akar bent. Hát ott nyugodtan bárhova, akkor elállunk két túszér. De nem a pisilésért kérték a... A szabad utat kértek a két túszér. Tudom, két túszér, elállunk a balról, ugye? A boltból ki balról. Így van, így van. Jó, elállunk. Jó, akkor küldjük a két túszt ki. Ebben állunk ja, át. Jó, tökén meg ilyen húgyozunk, jelenlődés. Jó, ne, hát... Ne nézze, zavarba jön. Jaj, Szűz Krisztus Mária, kegyelemmel teljes. Ja, addig nyugodjon meg, amíg nem kérő, hogy énekeljen. Hogy elengedjen a hólyagja. Ellazuljon, tudod. Jó, ja, és szoktam inkább ide állok magam mellé. Maga a zacskós tej. Ja, tej? Milyen, behúgyoztam, vagy mi? Ja, nem. Sima zacsi. Nem akarja levenni ezt a maszkot, hogy lássam, hogy ki maga? Hát nincs rajtam miatt, és ne haragudjam. Ezt az acskót innen leszedem az arcáról. De nem lehet, uram, nem, nem. Fogom az acskót. Fogom az acskót, gyorsan visszahúzom a fejemre. Höppe! Tudja, mikor fogja meg az acskómat, maga vadállat! Ja, nem azt az acskót. Maga az acskós! És sokáig húgyozom, még kezdem kellemetlenül érezni magam. Kis türelmüket kérem még. Igen. Ija Bence. Megkérdezhetem, hányan vannak? 50-en. Így. Ez a 6 után van és a 10 alatt? Nem vagyok jó matematikából. De ez a 1, 2, 3, 4, 5 kocsi. Hát a... Jézusom. Ja. Szerintem az ügyvédet is készítsék el, oké? Hát biztos elkapjuk magukat. Hát figyeljen, reméljük, oké? Szurkolok. Megrásztam a végén. Mi történik? Hát, ne, figyeljük el. Na, akkor kiengedhetem az urakat? Már. Ki a bankra blúgat, küldöm is. Akit elkaptunk. Elég nyénz ki fene. Küldjük a két urat. Ti akarod jelenni? Lássuk! Főnix, szeretném még leszögezni. Ja, egyébként ezek őrültek voltak, amint látják. Ja, még egy ilyen... Hallgatom. Koxika. Szeretném kérni, hogy a
Nálam csak egy balansztánc van, az a címborám sztán nincs semmi. Ki hozta be ezt a fehér ruhásat? Én szeretnék kérni öntön egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen teljesen rendben szvanó dolgokat, hogyha tovább jön adni a címborám szénak, amikor öt szirénen, akkor szép lincs. Srácok, konkrétan nem volt semmi. Igen, értél. Nem leszünk ki a jó, egy pillanat, csak rádióforgalomban is megvárom, hogy véget. Ó, nem csak az útforgalom is van. Na higgyel, hogy forgalomban is, ez káosz. De lezárták az utcát, hogy van forgalom? Nem értem. Nyugodjanak, kollega. Nem, ezt, nem erről beszélt valamelyik nap, ugye, hogy fő kell azt egyből kihallgatni. Hogy micsoda? Még nem lényeg. Jó, mit te túl sztárjál a beszél akcióparancsnak? Egy fél órája itt vagyok le. Ki azt figyeld, ilyen kemény is. Üldök legyen szíves. Megkérem, amikor én beszélek, ne mondja beszélnek. Székely úr! Itt az úr, aki a baltával van, azt mondta, hogy őnála csak egy balteszt van, vagy mi a lócitrom, és a barátjánál meg nem tudom mit mondott, úgyhogy megkére, hogy hát felül legyen üldözve valami ilyesmit mondott. Üldözés, ahogy szoktuk, elindul, kimegy az első felszólítás, percenként kimegy, harmadik után pit, és rá 3 percet kerékre tűzparancs, az a fel. Adja át, legyen szíves. Igen, egy pillanat. Rambel, mi van a szájába? Most kaptam be egy Connect 8-t. Ja, nyugodtan egyen műzlit is, meghívom. Köszönöm, ingyen. Kaput be. Ja, nem, ingyen meghívom, egy majd. Egy croissant. Mit csinál? Croissant. Hopp, 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 az ki. Megkínáltak itt az urak. Jó, a protokoll alapján tudunk eljárni a szokásnak kívén, jó? Első, második, harmadik felszólítása, negyedik nép itt manőver, ha úgy van, és a legvégén egyébként tűz lesz a kerékre. Ja, jó. Ja, még jó, még egy szensz, mi lesz a kerékre? Hát, mint ahogy említettem, uram, a protokoll alapján jár el a hatóság, ez a felüldözés nálunk. Jó, kérd, de neki egész de kerek a faje. Ne adonászan a baltával, mert félreértik kint. Uram, a baltával ne adonászan, mert a mesterlövészek egyből lőni fognak. Egyébként elmondom szönnek, ez a bandstens, ez nem lesz pont adonászok, mert ők ám azt mondta, hogy kényszer. Szia Gyuri, hello, szia, sajnálom, hogy nem nyertél, de közel voltál. Cső. Uram, akkor egyébként így megfelelőnnek, ugye? Hát, ha nem lőznek kerékre, akkor tudnám értékelni. Uram, a protokoll alapján a legvégső eset a kerékrelövés. Hát jó, de az már tényleg olyan legyen már, hogy ne lőjenek már, hát menjen addig, amíg a sofőrnc tudja. Ez nem rajtam múlik az akcióparancsnok. Hát akkor adja már a Radiance-t, akkor beszélnek én benne. Mondj el, hogy akkor mit mondjak, hogy ők is tisztában legyenek. Hát ezt mondja nekem, hogy a lövést az felencsénk szám, uh-huh. Mivel nem vagyunk veszélyesek, ártalmaszasok, addig menjen, amíg a sofőr. Ja. Te tudsz tárgya az akcióparancsnoknak? Szkatom. Azt mondta itt az úr, a baltás gyilkos, a baltás úr, hogy gyilkos. Mi a hogy ragaszkodik ahhoz, hogy semmiféleképpen a protokoll alapján se próbáljunk használni éles lőfegyvert a végkivejletnél, mert ugyebár ők ártalmatlanok. És közben magadok, jó? Csak egy balta van nála, ahol nem valószínű, hogy megdobál. Ó, a protokoll szerint fogunk eljárni, ahogyan mondtam, hogy lesz, nem vitatkozom. Értettem, tovább hagyom, és akkor unána indulunk. Jó, az akcióparancsnok ragaszkodik a jelenlegi BTK előírásnak, a protokoll alapján járunk akkor el. Gyerünk. Számolok és indulunk, jó uraim? Minek? Hát úgy, addig akkor indulunk Phoenix, amikor ön szirén az, tök mindegy. Ja igaz, ez várja, nem rádióztam le. Yeah, jó, hát indulunk uraim, 3-ra kiérkezünk és a szirénámra indulunk el, jó? Köszönöm. 1, 2, 3. Ó, de gyors volt. Az nem biztos, hogy behallat szansz. Fog. Hát valaki goboljon, aki nem vezet, de ha mindenki vezet, szörnyet halok. Jó, akkor én fogok gobolni. Köszönöm, kollégó. Na, jó? Jó, készüljenek, indítom a motrot, csatolják be az övüket.
szükséges valahova erősítés, kollégák? Igen, autókereskedésben nyolcadunk egy Fire BMW-t. A bankrablásról szökött rab. Köszön. Megy. Ott nem megyünk le azért. Úgy gondolom. Kell az erősítés, Noel? Dupla garázsnál fogunk elhajtani. Egészen autókár felé. Munkaügyi mellett vagyunk. Megyünk. Munkaügyi előtt van jelenleg. Nem fordul rá, régi szerelőtelepnél vagyunk jelenállás szerint. Kimegy a legendás sinekhez, tudják kollégán? Igen, tudom. Nem tudom. Itt vagyok. Étterem, pizza alakú. Itt vagyok mögöttetek, vagy Noel, nem vetted észre? Megértek el, infózok. Itt egy benzinkút. Hogy elmegyünk ilyen 10 felszólításig, meddig végre kíváncsiak vagyunk. Ki az elkövető? Falsztás. Szerintem se találtuk meg. Nem sokára. Második Prabusz az ki mögöttünk? Nem mentem meg az út. Robertnek van fegyver? Robertnek volt fegyver? Na, azaz még egyszer jöjjön nekem! Megyek magának! Hát én ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Hol vagytok? Láttad még Schofield? Nem. Nem ment nekem, biztos. Szítettő? Igen. Az kemény. Teremánt, hogy valami infót tudunk? Nem tudják betartani a követési távolságot. Rendszámát esetleg tudjuk. Volt. A BMW M5 E60. Azt hiszem, hogy úgy szinkre, hogy ilyesmi. Fehér volt, ugye? Fehér, igen.
Na hát, ha jönnek. Csőbázz mindenkinek. Jó, kollega, kérednek egy egységet rabszállításra. Jövök. Hát csak kapuhoz jöttek, hogy hova? Kapu. Semmit nem hallottam. Első megyek. Szép estét kívánok! Szép estét! Hát egy kis motoriba. Kollega, az az érdekes, hogy hátulról jöttek belém, és mégis motorhibát jelent. Hát egy picit lejjebb tolok. Legyen szíves odébb fáradni. Óvatosan. Jaj. Ba vagyok én? Hát nem jutok abba. Egyedül. Na megnézem. Koko valasz, jó. Lefuttatok egy diagnosztikát. Hát be se indul, hát akkor ez... Mondtad, bele van 200-a majd. Viszünk amúgy. Mi volt a kérdés? Kit viszünk? Jack Robert-et. Ismerem. Csirász. Jó vagytok? Rendben, ezt itt. Egyébként üldözés van, vagy mi történt most? Na, volt, de valószínűleg elkapták a kollégát. Na, akkor jó. Nem már beúszták el. Sziasztok, hello mindenkinek. Igen, most ketten vagyunk szolgálatban, azért most itt. Rendben, akkor ez itt. Is egyébként nézem. Nem szokták felhívni az embereket, akik hívják. Ne lefuttatok egy diagnosztikát. Rendben, ahogy látom, ez már én régi tudom, hol van a tégla. Kitörlöm, és akkor kész is vagyunk. Jó, de ez MG, úgyhogy nem rendben, tudom. Hát ez... Köszönöm ez szépen. Kaszkós, ugye? Igen, a Fédi az kaszkóra. Ja, rendben, elnézést, új vagyok még itt. Nem baj, azért adok magának egy kis borravalót. Hát köszönöm szépen. 116-os. Vagy utalás lesz, vagy? Mindig van nálam készpénz. Viszlát! Viszlát! Fodra. Nem. Hmm.
Maga mit csinál? Bocsánat. Rohannom kell vissza telepre. Jó, de hát akkor minek jön nekem? Bocsánat, nem láttam. Hát nézzem vissza a visszapillantóba. Szoktam is visszanézni, csak nem láttam. Tudnak valamit arról, hogy hol? Nem. Bocsánat, jól van. Ja, valószínűleg kubik van. Amikor legalább ennyi autóval vagyunk ki, vagy egy autó nincsen? Jaj, a garázsban. Én meg tudsz várni, valaki megfüstöltem. Port felvesz. Hát mi a fák, hogy itt a szereményeket egy évig? Jól van, kollega? Hát, talán meg van. Én nem mentem magának, de legalább, ha nem használ megkülönböztetőt, akkor nem menjen már ennyivel. Hát bocsánat, csak megnéztem, hogy mennyivel tud tenni. Hova siet egyébként? Hát semmit, megdobott az autópálya, aztán megnéztem, mennyivel megy az maga autópálya. Maga ki amúgy? Hogy hol van ez a lövöldözés, én kollégán? Kovácsban is össz, nyomozunk, hogy... Nézzünk el a gettóba. Viszlát. Elindulunk Humán felé, jó? Valaki akar összekaparni a rendőrségről, mert... Kaparda össze magad egy keletinél kocsival. Vagyunk, Noel. Mivel? Milyen kocsi? Milyen kocsi van? Hova feszül? Megnézem a Humán. Főpú, azt írják. Főpú? Összefüccel? Hát azt hallanánk. Ezek Humán Slipshez. Főpúban nincs senki, vége. 14x. Kedves Noel kolléga. Nincs fel autóval kimenni. Dodge. Motor. Nincs ez a... Jó Isten. Van Dodge. ZL1. Úgy látom, Nismo lett a kiválasztott. Tessék, én jöttem a Nismóval. Hol van az úr, aki nem tud ki mivel elmenni? Szolgálatot? Itt van mellettem. Akkor jó. Hát te ki van? Én vagyok. Menjek értem? Mondj igen. Gyere pédé. Uraim, elnézést, a katonáságnál volt a hővét fogjaid az elején. Hallottam a serifség felé. Nézzünk, biztos nem a városban van valahol. Valami. De vajon ki lő kit? És miért? Lőket. Fuert, hol vagy? Hova menjünk? Az a polisz, aki itt van a publik mellett, az nem segítene, mert... Ja, semmi.
boltrablást, így dukkáltak. Indultunk a boltrablásra. Ó, mi megnézzük a katonaságot. Csak egy városlakó miatt ugye nem füstült a Expo. Én meg elhagyom a város. Expo-ra nekem. Amennyiben kiír egy egység a boltrablásra, megkérném a kiérkezett egységet, tájékoztassa az állománytokat, hogy milyen gépjárművel vannak ki. Köszönöm. Szeretem, hogy úri ember, aki elsőnek fog kiírni. Megnézzük a katonaságot. Nem válaszolunk akkor. Jelezném, Székely Szilárd érkezett ki a boltrablásra, és méghozzá fehér BMW piros felnikkel. Valószínűleg ami az előbb? Baltás gyilkos lehet, igen. Az kemény. Jó. Úgy áll be, mint hogyha nem tudom mit csinálni. Jó, jó, jó. Akkor brabucokkal megint most meghódítjuk a kosztarikát, ennyi volt. 14, érkezem ki a helyszínre. Szuper, minden egységet kérnék, nem fog még egyszer elmenekülni elég van. Hogy menekült el, kollégám? Úgy menekült el, hogy mi találkoztunk egy kisebb autóval. Utána a kollégák gondolom mentek tovább, utána ők egymással találkoztak. Ennyit hallottam. A Szilárd úr kicsit ideges lett, meg a másik kollégán is, akivel ütközött. És a harmadik utána meg már nem tudtam erre kell menni. Történt, kollégák? Valahogy így, igen, valóban. Mi van katonaságnál, srácok? Semmi, minden tiszta. Szilárd kollega, van magánál egy kis apró pénz? Apró? Az mindig van nálam, mennyi kell? Egy 20 dollár esetleg tankra? Hát, ott van bent az ATM, de most nem fogom menni. Köszönöm szépen. Hát nem tudjuk, te mit láttál, de itt biztos minden. Nézd, visszanézzetek ti is a telefonot, de biztos meg te lehetek. Maga morgott? Nem. Hallottam. Én nem morgok, uram. Nem vagyok kutya. Én leszek a túsztárgyaló, jó? Jó. Szeretne akcióparancsnok lenni a helyszínen? Én? Pozitív. Nekem mindegy, ha nincsen jelenkező, leszek. Jó, köszönjük. Nincs jelenkező. Takóban, úgy adtam. Szűz Krisztus, mi van ebbe a csomagtartóba? Mi van benne, hát? Hát nézze már meg. Gyom, ne szépen. Nem tudom, hátul a csomagtartót kiveszek, egy nyomot betekerem. Jó, letetem a fegyverémet a autóba, úgyhogy én készen állok a falat. Excuse me? Mi? Jó, szeretnék. Egy, kettő, három. Jó, akkor szeretnék egy govot. Ide is sütkájárunk ehhez a bolthoz. Uram, szeretném tájékoztatni, hogy az üldözésnél szívesen gobolok majd, jó? Hát akkor ne vezessem. Nem, a takó fog vezetni. Van, aki ketten van, srácok, tudtok gobolni? Mert én itt egy autó. Én fogok gobolni a takónál, jó? Te fogsz, jó? Köszi. De most félreértik, mert... Szányos az a bolt, most kell. Itt a helyszínen nem én fogok gobolni. Nézem, takó. Jó, itt bevállalom a gobot. 25. Nálam 53. Takó intézi. Hát akkor csak annyit govoljunk, hogy a bolt problém. Ja. Akkor most Takó vagy én? Takó intézi meg. Jó. Szilárd úr! Mondja. A telefonomon nem hiányzik egy szobából, tudja mire gondolok. Én? Nálam itt van. Én fent vagyok. Ti magánál gond van akkor, Takó? Jajaj. Ja, de megnézem. Hát van egy ilyen... csopi. Itt a szobámban egy csopi. Egy rendőrségi csopi. Bent vagyok. Mi van? Magánál gondok vannak, mert én bent vagyok. Micsoda? A rendőrségire gondol, hogy ott is bent van? Igen.
Hát akkor... Igen, erre van lehetőség. Azt izélom, hogy... A rendőrségén is bent van. Rendőrségén is van bent. Maga megblöfföl minket. Meg, ki játsz a rendszer? Mi van? Miről beszélnek? Mi van? Tudja, melyik az a rendőrségi? Tudom, persze. Na, ott nézzen. Egy három betű. EG5. Miről beszélnek ezek? De Szilárdú nagyon vicces kedvéből van. Érti, uram? Vagy elmagyarázzam? Mert ha nem érti, akkor szélesen elmondom. De most eltűnt a jó szobából. Hát ez az, hogy ott meg nem értem, hogy vagyok. Zavar van az éterben. Mit nem ért? Megpróbálta kicsikicsukézni a rendszert, aha. Igen. Ajjaj. Esetleg egy tabletről is fel kellene csatlakozni egy harmadik szobába esetleg. Próbáljuk meg? Vagy egy laptopról, vagy egy okoshűtőről. Okoshűtő, okosóra. Meg ott miről beszélnek? Okos szemüveg, okos fogszabályzó, amit gondol. Okos fogszabályzóról lépne. Okos beültetett hajról jobot, fogok bejönni hogy, most. Van-e tuxi, mert tényleg induljunk már meg, mit tudjuk a időt. Megkérdezzem. Van govoló a környéken, köszönöm. Miért voltam két helyen, azt nem tudom. Keresztapó, de ott szaladt a barátnőt, keresztapó. Szaladj már utána. Na, nagyon vicces a kollega, akkor így köszönöm, hogy jelezték. Egyébként nem tudom, mi lett ez a makro probléma. Megoldottuk a helyzetet. Makro? Mikro? Nagyon jó. Fogja be a száját akkor. Júú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 
hoz? Hát itt az autó. Na akkor fogja be, azt ott álljon az autó, jó? Nagyszerű. Jó. Nagyon. Kapunk választ, akkor mehet a tárgyaló. Így van, köszönöm. Mert is. Megkérném, hogy ne kommentálja az izét, a akcióparancsnoknak a döntését, jó? Ezt ne hátogja, nem kacsa maga, fogja be, jó? Nem szeretnék utoljára szólni, jó? Akkor ne szóljon utoljára, kollega. Üljön be az autójába. Azt a vizét. Üljön be az autójába. És mit csinálják ott? Fogja be a táját, ott legalább nem hallom a hangját. Hát ott is hall. Mondom, üljön be az autójába, süket! Ja, csak ne legyen ideges. Majd ha tud csömbbe kussolni, akkor majd kiszállhat. Íííí. Mint az óvodába, komolyan mondom. Balkstáns. Tőlem megkapja a mai napon a varnyát, jó? Tőlem a mai napon megkapja az első varnyát, jó? Ki kapja meg? Hát a nagy szájú kollega. Koert. Jó, csak... jó. Kicsit elgondolkozik, hogy kivel szájkaratézik, jó? Mert maga el van, mint a befőtt, de én meg utálom, ha visszapopázik. Főleg egy akció során. Mert aztán azt csinál a egész nap, amit akar, de amikor itt kusba kell lenni, akkor kus legyen. Figyelj, ez az autó lecsekkoljuk. Mi van a munka luxurira? Nem kapott parancsot, azonnal jöjjön vissza. Csatlakozok a rádióról egy pillanatra, jó? Kész akció parancsnap. Hát én lennék, de úgy látom az úr azt hiszi, hogy ha kijön egy akcióra, meggondolatlan döntéseket hozhat. Komolyan, mint az oldalba, de esküszöm. Most mit csinál? Most kérdezzük meg. Hát tegyen rendet, uram, hát most nézzem, hogy bohóckodnak magával, vagy mi? Hát figyelj, rajtam múlik, akkor megkapja. Hát nyugodtan, hát maga itt a főnök most. Ezt a GPS koordinátot mennyi ideig látjuk egyébként? Egy 5 perc. 5 vagy 7 perc. Megnézhetjük, itt van az mi nyomozó, aki nem hallgat semmit. Nézd, múlva rád uranyunk, Székely Szilárd úr. Azt akarom kérni. Egy egység menjen, jó? Itt de vagyok. Nem a BMW-s. Megyek én. Tök jó, elértek volna hány. Kértem, hogy kommentálja a döntésemet? Nagyszerű, tök jó. Állj, mert tankolnom kell. Takó úr, legyen szíves govolni folyamatosan, hogy le van zárva, jó? Bent voltam egyébként az IT-szobán, de közben bent voltam egy másikba is, fingom, hogy nincs. Szegényként nagyon hülye, mert bement a zsák utcába. Hát akkor kapják el. Nincs itt, kérjem én. Tárgyaló az akció parancsnok. Az igen, ott egy csomó piros autó ott ment. Hallgatom, hallgatom.
A boltban 3 fogyatékos tűz találtam. Szegénykék, és milyen fogyatékkal élnek? Tényleg, táposan. Nagy táposan. Egészséges fogyatékos? Jó, hallgatjuk a követeléseket. Rendben. Kírjam én addig a gobot, ameddig nincs itt a kollégám? Ja, igen, legyen szívesen, nem láttam, nem reagál. Jó, hogy én gobolok amúgy az lenne. Nem voltál itt, ne idegesíts. Hát itt vagyok, ha kérdezted, hogy itt vagyok-e? Mondta a Siri, hogy govolj. Tehát te most már govolc, hogy úgy lényegtelen. Összenevezte neki. Ó, hát nem. Csak magát. Te most megint elment a fehér BMW? Elment, igen, de nem tudom, hogy miért nem rakja már rendbe, hát... Elment, szerintem ő is üldözésre. Tárgyaló az akcióparancsnoknak. Igen, elment. Hallgatom. Tól kinézve balra teljes szabad utat szeretnének kérni 2 túszért. Balra, jó, megkapják. Nagyon jó. Megkérdem, hogy akkor avval a piros vagy narancssárga bravuszt találjunk át, jó? Pont így zárójelben megkérdezem itt a fehér BMW-s, az hova a bűnös bámadba ment már meg? De itt van a mosóba, bent, itt van, nézze. Itt van. Ja? Álljon már ön is át, köszönöm. Úgy elbújtál. Hova álljunk? Ide? Ott jó, csak ne a másik. Kérnék a 2 túsz közben, Noel kollega. Küldöm a 2 túszt, jön egy sapkás, meg egy kicsit jó, vár, jó. Sapkás? Hú, ezt nem fogom utolérni, az új fut. A másik is szerintem az idős. Na? És most fut ki a másik. Fut, vagyok meg? Várjunk. Most megy ki a másik. Na látjuk, mindjárt elviszi az autót. Jó, további követeléseket várjuk, hallgatjuk. Akkor a buszon, én megyek a másik végére. Jó a nevem? Venom a nyerő. Ez milyen név? Ez ki az az öreg kecske? Nem tudom, de ez a követ. Tehát egyébként... Jó, elküldtem. Jó. Menjél innen! Molesztálnak itt engem az öreg ember. Nagyon utána jött. Ez hát befordult elé. Mondjuk itt a Szilárd úr előtt is nagyon megállt egy pillanatra. Mondjuk good looking. Gondolom nem azért, mert jól nézek ki. Ma is ötben, nem. Hát csak de hogy nem voltam az esetet, tovább visszalak. Nagyon bemérte magát. Egy levárás legyen szíves, Takó. Remélem azért van benne benzin az autókban. Na, mi tankoltunk, akinek volt eszem, de most érti, akik elmentek, azok mondjuk nem tudom mit csinálni. Gondolom elkapták az urat, vagy völgyet, vagy nem tudom ki volt. Hogy hívják azt az urat, a nyomozót? Quert. Mindig elfelejtem. Yuri Valentin. Quert, igen, Yuri Valentin. Yuri Valentin. Valentin. Nyomozóvezető, igen. Attól még, hogy nyomozóvezető, nagyon el van szával. Úgy érzékelem már több alkalommal is. És nem csak én velem szemben, hanem mással. De kimondottan, amikor én velem, vagy én vagyok az akció csarasznok. Akkor egy borzasztóan szemtelen, azt kell mondanom. Úgyhogy... viccet félretéve, ha lesz energiám időm, a varnyát be fogom írni, hogy azért most már érezze egy kicsit a súlyát. 3 varnál egyébként már lefokozás fog kapni. Ezt... 2-nél jár az, nem? Tessék? 2-nél van lefokozás, a harmadiknek kirúgás, vagy nem? Igen, szerintem is így van. Ja, csak hát mivel ő mégis egy állományvezető, egy kicsit elnézők vagyunk, úgy gondolom.
mégis egy állomány szervezetét próbálja elvezetni. Attól függetlenül szemtelen, most nem védem, csak hogy attól függetlenül jól végzi a munkáját, csak így ezzel is egyet értek, hogy a magatartást viszont. Hát ezért mondtam, hogy nem kirúgást kap, hanem lefogadást akkor. Csak az a baj, hogy ez nem első alkalom, ez már többször eljátszotta. Ahogy érzi. Akkor miért nem ült be a prabuszba, ami négy személyes? Mert lefüstöltünk! Egy kicsit csöndesebben, kollégák, ha kérhetem. Ja, értem. Jó, hát eléggé érdekes fogadás. Nem sokkolunk le, kollégák. Nolál kollega, mit csinál már ennyi ideig? Ennyi idő alatt már kitakarították a boltot is. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. 96 kedvelés van. Na még ennyi nem is volt talán. Miért van egyébként ebben ennyi maroklő fegyver? Nem tudom. Most vettem észre én is, amikor itt megálltam. Vagy jegyezzük már meg AMG04-es számot. Ezzel ki megy egyébként? Hát én. Ja, jó. Én jöttem el. De az akcióparancsnoknak. Hallgatom. Drehen Sie die Autos im Austausch für 1 Geisel nach draußen. 14. Ismételjem? Esetleg ugavandai nyelven nem szeretné ezt elmagyarázni, aztán értem. Drehen Sie die Autos im Austausch für 1 Geisel nach draußen. Ezt ki akarja hallani románul? Egyiket németül mondta meg. Egyébként, de... Egyiket fordítsuk meg. Teljesíthető? Magyarul az autóval szeretne... Mit szerette pontosan? Drehen Sie die Autos im Austausch für 1 Geisel nach draußen. Sicherheit. Hazudtuknak németül? Értették kint, kollégám? Nem. Magyarul mondja hát már. Vagy angolul. Oké, oké, oké. Drehen Sie die Autokat egy Tussier Geisel nach draußen. Oké? Okay? Draußen, autókat. Draußen, fordít, draußen autóz. Yes, one nein, Geisel. Vagy no, vagy nein, vagy nem. Hány nyelven mondjuk el? Nein. Teljesíthető? Nem teljesíthető. Egy Tussier nem fogjuk megfordítani a gépen. Uram, ne császkáljon már itt, menjen arra. Húzás! A már mindjárt megy. Hát persze, egy fegyverre. Hát nem lehet húzásse. Hát felüldözést szeretnének kérni egy túszért. Cserébe megvárják, amíg beszállok a gépjárműbe, az én szirénámra fogunk indulni. Teljesíthető? Persze, teljesíthető. Szuper, jó. Holót ledobhatják a kollégák, mert nagyon hideg van, hogy nehogy csak ők fázzanak meg. Gondolják. Karcelenz, bimbi, meg minden. Ki fog futni egy, hát egy relatív idősebb figuráról beszélünk. 60-61, 62-t is talán megüti az úriember. Jól fut? Jó, várjuk. Pista Benz a szomszédból. Fut, rohan, szalad. Pedig ő szaladott a leggyorsabb, azt hittem megházolja a tagot. Mindegyik iszik. Jó, készüljünk fel akkor az üldözésre, jó kollégák? Ők már itt készen állnak, szeretnék visszaszámolni és megindulnám. Azt tisztázzuk, hogy ki fog akkor gobolni? Ön lesz, Noah? Pozitív a válaszom erre. Jó, akkor ön lesz, az ön autója... hol van?
Én a fekete autóba megyek. Jó, akkor számolhat. Jó, akkor 5-ös, 4, 3, 2, 1, Gehen, bitte schön. Kössék be magukat, ez létfontosságú. Nem mehet el, jó? Csingóvalok. Ezt nem kéne, ugye? Ők ütköztek, egy városlakóval. Valaki csak vissza tudná ér egy kicsit. Miért? Menekül, menekül. De sokkoló, sokkoló, nem levünk. Miben? Másik az autóban. Hát én? Volt? Van? Mondjam azt, hogy ez gyorsan kapásod, kollégák? Álljon meg, uram! Fegyverbe magára tartva. Miért nem kaptok el élvért? Álljon meg! Álljon meg, uram! Árakom az óra a bilincset, rátérlek átára. És mi történt? Össze-vissza szalad! Oda ülöget be! Nincs hát van szerinted? Jó, én meg nem tudtam elővenni. Nem rántott senki fegyvert, hát nincs fegyvere. Hát itt fél órája fogjuk már el fegyvert, bazd meg. Miért nem tudtam elővenni a fegyverem? Nem fejben ütöm, csak lábon. Meg fogom kisegítem az urat a gépjárműből. Vigyük be a kórházba. Benyúlok az ablakon, megtapintom, van-e púzusa, van még púzusa. Van púzusa, vigyük be a kórházba. Vigyük be oda a vezetőre. De? Jó, nem tudok innen kimenni. Itt a csólyom izé 1000 évesre. Rendben, bevisszük. Van még púzusa? Te még az Owens is. Lából ültem, mondom. Jó. Elkezdem akkor magam. Szilárd, berakhatom magához a gépjárműbe? Hozza. Ki? De mi történt a kollégám? Berakhatom, kollega? Igen. Mi történt a másik? Le lett lőve. Lábon lett lőve, mert be akart szállni a rendőrségi gépjárműbe, és el akartam vinni. Itt hátul az ajtót, leajtom az úr fejét, bekötöm az urat, beteszem a gépjárműbe, úgy. Jaj. Jó, rácsipom az ajtót. De nem mozog a kollega, jól van? Van egy kombat a csomiba. Jó, ezt előre szeretném jelzni, hogy valami tasak, illetve egy pisztoly van a csomagtartóban. Uff. Jó, a, úgy szemben. Milyen névre van iratva azon? Megnézd. Megölték a barátomat. Miért bántották a barátomat? Hát azt én sem tudom. Ne húzza már a kormányt maga vadbarom. Zöfjárom el a kicsinyát. Ez a neve. Máskor nyugodtan lője le. Josephine Häkkinen. Nagyon gyorsan megy, javatosan. Benne van, és jól van ilyen barátom? Mentőállomásra visszük. Te egény. Küldöd létszi a fotót. Az igen. Mennyi csecse cucc. Milyen ültettek itt a apát? Lehet... Hát... Jön egy kicsit jössöt. Jaj. Embernek kinyitom az ajtót, vigyázzon a fejére. Ja, jó, vettesem. Kicsadom az övét. Kinyitom az ajtót. Ja. Vezetőszárat ráakasztom. Van autód, Optik? Én már elmentem onnan a helyszínre. Ja. Yep.
Milyen történt? Felújították önöknek az őrsöp? Fölám, igen. Szilárd kollega, a fegyverek benne vannak még a csomagtartóban, tudja? Tudom, beálltam a garázsba. 14. Jel, amit támogatás? Így is van. Jó, pecska. Milyen vagyunk? Lát? Igen, igen. Minden oké. Te ott a fotón láttam valakit, ez az unokatesóm. Csak szeretné. Jó Isten. Én már most jelent évettem. Lefordult benzinkúthoz. Nyitod itt a cellát. Ilyen szabad egység. Nyitom el a cellát. Én mindjárt szabad leszek. Elveszem a vezető szárad bilincset. Jó, kicsit pihenjen meg, mindjárt kezdjük a kialgatását. Ilyen, oké. Ilyen barátom, jól van? Kérem, értesítsenek. Mindenféleképpen lesz, kis türelmi. Még akkor kihallgatás ideig lecsatlakozok. Na, apa, örülök neki, hogy engem nézel ilyenkor. Lassan úgyis befejezzük már. Na jöjjön, uram! Jöjjön! Egyes kihallgatóba fogunk menni. Itt kérem, itt menjen be. Az ajtót bezárom. Mi ez a légy? Igen. Jó, ott repülök kemere, na? Na vegye le azt a gyönyörű izét. Zsákot a fejéről, vagy mi a szatyor. Ilyet, ilyen szatyorka. Hát maga gyönyörű. Ilyet ki a szemem? Magát már láttam valahol pedig. Nem hiszem, nekem jó az art memória, mert emlékezni kell magára, uram. Értem. Jó. Tisztában van a Miranda jogaival, uram? Ezt már elmondták volna, mondjuk két órával ezelőtt. Kicsit előrébb elmondják, akkor igen. Úgyhogy ezt hagyom védem. Persze. Hall engem, uram? Igen, csak halkabban beszéljünk, hogy ne zavarjunk kollégákat. Jó, oké. No. Jogában ma hallgatni, minden felhasználó ödön a bírósággal, jogában ügyvédet fogadni. Ez már késő, tudja? Azt, nem. Mikor beraknak a kocsiba, akkor kell elmondani. Uram, de tudja jobban jó. Ja, de már vitték. Előírja a jogszabály, hogy önnek a jogait legkésőbb akkor kell felsorolni, amikor önnek a kihallgatása kezdeményeződik. Amennyiben a kihallgatás után fognak önnek a jogait tisztázni, akkor az esetben a hatóságnak kötelező önt elengedni. Értem, a kihallgatás most nem rosszul tudta jó, kár is a fölösleges téma jó. Felsorolnám a jogait is, kérem. Ügyvédelmet. Majd felsorom a jogait, és meg fogom kérdezni, melyik jogával szeretnél, jó? Tisztában vagyok a jogaimmal.
Jogában van hallgatni minden felhasználóton el a bíróságon, jogában ügyvédet fogadni, amennyiben nincs ügyvéde, akkor a hatóság kirendel egyet a saját költségére. Továbbá jogában van egyébként orvosi ellátást igénybe venni, amiről úgy érzi, hogy állapota szükségnek tartja, és egy perces telefonra van lehetősége, amit a hatóság lehargat, és bármelyik percben meg is szakíthat, érsz? Érni szeretne valamelyik jogával? Ilyet, igen, az ügyvédémet elköröm, mert ilyen jogtalanul jártak el, úgy érzem. Jó, van magánál telefon? Én vagyok nyomva. Hát, milyen tudom, nincs, én elvette kollégája. Adok egy telefont, hívja fel az ügyvédét. Igen, nincs ügyvédem, nincs ilyet, tudja? Jó, akkor... Ilyen elérhető szerintem, szabadságban. Állami ügyvédet szeretne. Igen, mindegy, csak valaki. Ja, meg ha meghallgatna, azt is szeretném. Jabad lesz? Jó, uram. Hello, uram. Sziasztél le. Napot, hall engem? Igen. Ja, te úgy tudtam, mikor felkattan a bilincs, akkor kell a jogaimat elmondani, nem? Nem, rosszul tudja. Igen? Mikor kattan a bilincs, mondják, hogy jogában elhallgatni, nem. Hogy úgy közben ne pofázzak valamilyen hülyeséget, amivel visszaélhetek, vagy maguknak. Ja, uram, igen? Ez úgy szól, hogy amiatt megkezdjük a kihallgatást, azelőtt elmondja a kollega jogait, bemutatkozik. Igen. Jelvényszám rendfokozat. Na, elmondja a jogait. Kimaradt a jelvényszám rendfokozat. Nem azért mondtam, hogy ezen van a hangsúly. Tehát ha nem kezdtem meg a kihallgatást, akkor miről beszélünk a kihallgatásnál? Nem, de tudja, mikor sok ilyen helyzetben mindig szokták, tudod, hogy azért is mondja, hogy mondják a jogba, hogy mindaddig ártatlan vagyok, amíg bűnössége ezen bizonyítódik. Érti? És mikor ugye engem megfosztanak a személyi szabadságomtól, tudják, bilincset raknak rám, akkor ezért el kell mondani, hogy nagyjából, hogy miért is rakják rám, és hogy vannak jogaim, akarok-e velük élni. És akkor a kihallgatáson megismétlik, hogy kérek-e ügyvédet, orvosi ellátást, tisztában vagyok a dolgokkal. És én egyből kattant a bilincs, a csöndbe ültem hátul, behoztak, ilyenkor már azért illéne szólni valamit, tudják, hogy mégis mire számítsak. Ezért szokták az elején mondani, hogy jogában elhallgatni, mert hogy véletlenül valaki szófosó, mint mondjuk én, lehet elmond olyat, amivel tudod önök visszaélhetnek. Igen, ez a szófosó dolog, ez feltűnt. Ja, oké, köszönöm. Ez mindenkinek feltűnik, de azt ne, mindig. Uram, tényleg sokat beszél egyébként. Tehát folytassuk a kihallgatást, jó, amennyi benne a kollega, amíg nem kezdtem a kihallgatást. Én megkezdtem, most nem tudom, mit csinál. Itt van kollega? Persze, itt vagyok. Né, akkor nem kell az ügyvéd, eltekintek tőle, oké, úgyse ér semmit. A barátja is egyébként kér ügyvédet, de nem hiszem, hogy lesz, ha esetleg igen, van, ez akkor... Igen, akkor jöhet, jó, oké. Akkor... Jó, hát majd meglátjuk. Igen. Egyébként addig mivel vádolnak? Tessék? Mivel vádolnak? Boltrablással, túlszájtéssel és illegális fegyverbirtoklással. Igen, nálam volt fegyver? Az autóban volt, amiben önök vezetnek. Nála fegyver nem volt, jelöletlen pénz volt nála. Igen, ebből is mennyi volt, tudom, ki segítene? Teljesen mindegy, hogy mennyi volt. Meg, tehát az lehet magának 500 ezer, meg 20, vagy 30, ja, vagy 50. Oké, okay. Hát akkor nálam nem... ja, volt piszkos pénz, azt ennyi? Vagy milyen? Színes pénz? Mi volt? Jelöletlen. Jelöletlen címletek, hamis bankjegy, hogy szeretné, hogy mondjuk? Kakaós csigának is érvénytelen, hamisítvány, hogy mondjam még? Ja, ilyen volt nálam, de fegyver nem. Én nem jártam. Lőfegyver nem volt nálam, viszont a csomagtartóban volt fegyver, és nem tudhatjuk, hogy kinek a kezet apadt hozzá. Hát gondolom a Jani, nem? Na hát most... Ki a Jani? Ő meg majd azt mondja, hogy... Hát igen. Én nálam van egy személy, én nem vagyok Jani. Ennyi. No, hát akkor tájékoztattam, hogy mennyit kap jelenleg a BTK alapján, jó? Az igen. Mivel ügyvéd nem lesz, mint látja ön is, de nem kaptunk értesítést, hogy lenne. Úgyhogy valószínű, hogy saját magát kell képviselni, de ugyebár én felsoroltam a jogait, úgyhogy remélem egyértelmű. Igen, csak egy dolgot nem értek, hogy magamat védem, ön úgyis nem fogadja el, tehát most akkor ilyenkor kinek lesz igaza? Mert egy-egy, aztán akkor... Érti, úgyis magának lesz, mindig magának van igaza. Nem, téved. Mármint abban, hogy én nekem van igazán, az egyértelmű. Én tényeket állítok önnek föl, önnek van lehetősége azt, hogy úgymond fellebbezzen,
Igen. Vagy megcáfolja a jelenlegi én hát nem döntésemet, hanem tényeket. Igen. Avval, hogy ön elvállalja, az alapból beismerő vallomás, és abban nem húzzuk egymás idejét, így csökkentett büntetést tudunk önnek róni. Viszont ha ellenkezik, és folyamatosan nem az igazát hajtja... Én az igazát hajtom. Csak az igazat. De... Hát ez az, hogy csak az igazát kellene hajtani, de nem minden esetben így szoktak az állampolgárok. Hát az főleg, hogyha én beszélek és nem beszél vele, akkor úgy haladunk hamarabb, ön is jól tudja. De akkor igen, hallgatom. Jó, ugyebár boltrablás, 50 egység, túlszejtés, ugyebár önöknek hány túlsza volt? Ilyen, 3. Biztos? Igen, egy kínai fiatal, egy öreg kínai, meg egy nő, piros Jackie-ben. Tiszta memória, perfekt, igen. Akkor az 30 egység, az egyelőre 80 egység, szemigazolványban, hogy bármilyen okirat van-e önnél? Ja, persze. Mi van magánál? Érti, a személy itt van a zsebemben. Na, hagyd nézzem meg fele. Érti, ez tök, ja. Mit számít magának az egységekhez, érti? Jó, ha nem mondja meg, akkor 30 egység. Ja, most már értem, aha, tehát tisztázzuk, hogy akkor mire mit kapok, értem. De ha azt mondom, hogy önnel van egy személyigazolvány, akkor ön szépen odaadja én nekem, hogy tudjam azonosítani. Jaha, csak hogyha ilyenkor el kell mondani, hogyha nem adom, mi az egység, érti? Mert én is mondhatnám, hogy magám van fehér trikó, nincs, akkor 50 egység, érti? Maga nagyon fel van tájolódva. Ja, lehet. Ja, már tulajdonat. Nem így működik, hogy vagy ez, vagy az. De nem vagy, vagy ennek nem... alapból fel kellene mutatni a személyigazolványát, hogy tudjuk azonosítani egy ügy során. Persze, hát elkérés, ön csak azt kérdezte, van-e személy? Van. Ez olyan, van, hogy a pisztoly van. Az nem azt jelenti, hogy adja nekem oda, érti? Ne, itt a zsebemben keresem vadul. Ja, sok a duma. Jó, hát én keresem a zsebembe, elnézést. Kicsit szédelgi. Igen, tessék, hopp, itt is mutatom magának. Letja? Nem. Megfordítom, és most? Bocsánat, rosszul vettem ki. Na, most már látom. Ja. Mi az ön neve? Szergej. Gyere, van írva, látja, ott van. Ide lerakom az asztalra. Teljes nevét szeretném kérni. Ide van írva, uram. Tikhonovsky. Teljes nevét mondja ki, legyen szíves. Hát, Szergej Tikhonovsky. Született? Ja, most a turista tudom, mert rá van írva, hát azért mutatom fel. Született? Hát második a 21, ott van. 2, vonal 21. Évszám? 8-9. Ez is ide van írva, tessék? Igen, 8-9, kötőjel 0-2, kötőjel 2-1. Jó, oké, köszönöm. Jó. Elvehetem, elrakhatom az asztalról? Jó, így akkor nem lesz 30 egység. Elveszem, elrakom a zsebembe. Bankrablás 50, marad a 3 túlsz, az 30, az így 80. Ja, kérdés. Rendőről jelölő menekülés. Milyen bank, uram? Boltrablás, elnézést. Rendőről jelölő menekülés 50 egység. Akkor ez így akárhogy is számolom, 130 egység. Jaha, és ezt hogy matekoltak ki, mert nekem nem ez jött ki, plusz az a menekülés, egy nem én vezettem, kettő nem ellenkeztem, megmutattam mindent, amit kért, és még az ügyvédelmi sem ragaszkodok. Ebből hol a csökkentés, uram? Jelenleg azt mondom, hogy mennyi járna, utána majd eldöntjük, vagy döntöm, hogy mi milyen szankciót kell letöltenie. És mi az az egység, vagy ez itt sem értem? No, akkor 130-nál járunk. Ugyebár van lehetősége fellebbezni, elmondani, hogy miért követte el, stb. Miért nem szállt ki az autóból, miért ment a haverjával. Mert ugyebár attól függően, hogy nem ön vezetett, ettől függetlenül maga is részt vett abban, hogy elmeneküljön a rendőrség elől. Ja, persze, igen. Egyrészt. Igen. Úgyhogy, ha ő nem akart volna menekülni, akkor most nem kapna 50 egységgel többet, és így nem száll be az autóba. Így érthető ez, uram? Hát persze, uram, de tudja, éhes vagyok, lopok kenyeret, és most nem maradok ott, mert elmegyek. Valószínűleg egy kenyérlopásért nem fogják a hatóság önt megbüntetni.
Hát jó, csak most az hogy néz ki, hogy bemegyek egy boltba kenyérért, inkább úgy terveztem, bemegyek egy kis pénzért, és a másik boltba meg megveszem rendesen a kenyeret. Jó, megint tök fölösleges erése, úgy gondolom. Hallgatom az álláspontját azon kívül, hogy miért lopott. Ja, téhes vagyok, ez az álláspont. Most erre mit mondjuk? Az éjség nagy úr, tudja. Kenyeret? És ahhoz miért kell emberkabor? Ilyen pénz, hát ja, tudják, ja, csak úgy bemegyek kenyérért, nem érdekli a kutyát, se gondoltam, ja, legyen nagy duranás, érti? Mert kinevetnek, hogy na, kenyér, vagy pénz, ez a száz kedvelés. Viszem a túszt a kenyérre is. De énkor a három túszra az nem feleződik? Nem én fogtam az összeset. Én csak egyet kértem meg, a kicsi kínait. Ez minket nem érdekel, uram. Ja, ezt a... Hogy ön tudom, bűnrészes volt, vagy önkövettel, teljesen mindegy. Bűnrészesként is ön is részt vett a rablásában. És ez így a... mi az az egység? Mert ezt még nem tudom, uram. A 130 egység. Ja, azt mondta valami egység, az mit? Pénz? Persze, igen, azt fog kapni. No, azt mondja meg nekem, hogy miért ne ennyit kapjon. Hát ja, nem vagyok visszaeső. Mi ja, azért? Most lát először itt. Nem vagyok bűnöző hajlom. Plusz nem bankba megyünk, nem akarunk nagy károkat csinálni. Vagyis hát ez jó mokkának tűnt, plusz éhes voltam, belementem, elnézést. Értem. Milyen volt szándékos? Gondolom azért többször találkoztam itt egyébként, úgyhogy ne... Velem? Jó, de úgy, igen, úgy, hogy a kísértem be egy ismerősöm a személyéért, és kínáltam... Máskor, aha, valószínű, persze. Máskor, igen, hogy észreveszem magát, akkor ugye már alapból gyanús személy lesz, mert akkor így már visszaeső lesz. Ja, azon mit akar, hogy gyanús? Hát de most, ha bejövök egy személyéért, na, vagy ilyen pszichológiai papírral, akkor is összefutunk, vagy az más, nem úgy ért? Nálam sose lát fegyvert, nem vagyok bűnöző. Teljesen más, uram. Jó, hát akkor... Ilyet, hogy tudunk még ezen enyhíteni? Mit kéne csinálni, vagy hogy működik? Van lehetőség teljes mértékben letéti díj, azaz... váltság. Hát nem váltságdíj, hát valami ilyesmi igazából. Szabadlábon védekezhet, hogyha pénzt... És ez mely, hát, ja, mennyibe kerül az? Vagy hogy működik ez? Kinek kell fizetni? 15.000 dollár. Még egyszer? 15.000 dollár. Hát ez ennyire nagyon sok kellene, és nem tenném meg átszámolja még egyszer? Mert ez nem, nem. Kéne legyen, uram. De ez ennyi, és egyébként tegnap 25.000 dollár volt egy bankrablásos úrnál. Kifizette az ügyvéde. De ez boltrablás is múltkor nekem azt mondták, ilyen 2500 körül van a kisbolt. Senki nem mondott ilyet. Jó, van 15.000 dollárja, vagy akkor mehetünk a letöltendőbe. Ja, és más opció nincs? Nincs, ez a kettő van. Ja, honnan szedjek 15.000 dollárt magam, megbolondul? Hát te majd hitelre írja föl, azt kifizetem, ha lesz pénzem. Valószínű. Akkor nincsen, nem tudja a váltságot kiszűrni. Ja, de ez nem így működik, hol az ügyvéd? Hát ez nem így működik. Nincs ügyvéd, maga mondta, hogy saját magát képvisel. Ja, hát akkor ti szerintem András, ez csöcsön. Nem így van, akkor most ilyenkor mi van? Magamat védem. Ez nagyon irreálisan sok. Mi az irreális? Ez a 15.000. Irreális. Elmondom ennek még egyszer. Kettő lehetősége van, nem érdekel, hogy mit magyaráz, ha én beszélek, nem beszél. Elmondtam egyszer önnek, lehetősége van szabadlábon távozni, hogyha kifizeti teljes mértékben a bírságot, ami 15.000 dollár kereken. Nem tudom kifizetni. Nem tudja kifizetni, akkor marad a második esély, ami 130 egység jelenleg a BTK alapján. Szeretne valami más kérdést feltenni, ha nem, akkor most azt indulunk. Azt mondja, lefaragjuk. De megvárnám a barátomnak, mennyi lesz, kíváncsi vagyok. Mint a barátjának több, mert egyébként ő még elkezdett még plusz menekülni. És jó, még hát a kollégámnak le kellett. Ez nem így működik. Elfogadja, ja, ha nem, akkor így jár. Mint magamat védem, jogom van az időt húzni, meg telefonálni is van. Nincs időt, a telefonját már lehet. Uram, ne legyen erőszakos, rendőri túlkapás. Jó. A kihallgatáson két rendőrnek forduljon kell meg. Jelen lenni. Uram, értse meg. Ez túlkapás, ez így nem... Igen, nem a túloldalt van a kollégám, igen, valóban. Hol? Jó, hát itt kéne bel legyen. Nem kell, hogy itt legyen. Uram, kérem. Jó.
nem, a jogát elfelejt, elvesztette, jó? Már végeztünk. De miért nem végeztünk, uram? Én még de, felsoroltam. Ön nem tudja magát megvédeni avval a dologgal, hogy miért követte el, és miért most ne. Most mondom, hogy éhes hagyja. Voltam, és azt kérte, azt igen? mondta, hogyha normálisan beszélek, lefarag a 130-ból, még mert semmit nem faragtunk le. Hát előbb még fizetni akart, és rájött, hogy nincs pénze, akkor most miről igen, beszél? Igen, mert hát tájékoztatni kéne, hogy mik az opciók, nem? Hol van egy másik elmondtam. Rendőr? Kérek egy másik rendőr. Van itt egy kollégája? Bejönne? Jó, a bilincset magára helyezem. Jó, nyugodtan ide az asztalhoz bilincseljen oda. De egy másik rendőrt bilincset vezető szárat magára rakom, szépen. Hello. Te az a túlkapás, uram? Nem, uram. Önnel befejeztük a nem, tárgyalást. Nem. De aha, értem. Ön eldönt valamit, és akkor az úgy van. Van itt egy ilyen rendőr? Hello. Fogja be. Hova visz? Ide, vezetőszárat elengedem, bilincset elengedem. Yeah. Jó, bezárom, jó, és ha megvan a kollega, akkor mennek együtt. Elnézést. Mondom, jogtalanul jár el. Nem, nincs jogtalan. De. Ugodnak. Holnap lesz a szülinapja. Kiölte meg az NPC-t. Ismételje megkérem, hogy milyen autókkal vannak kint? Van egy Brabus, van egy AMG GTR Cabrio, illetve van egy Porsche 911. Tehát 911, Brabus és AMG? Pontosan. Jó. Akkor a Brabusra hány egységünk van? Hány ember tud autót vezetni? Kádjál, már kint vagyunk. Mivel vagy kint? Brabusszal? Igen. Nagyon jó, akkor mi kijövünk a Takóval egy Nismóval a GT-re. És a 911-re még egy Brabus fog kellene, mert a Takó fog vezetni. Nem, Optik, köszönöm, Béta. A kollégával mennek együtt. Szilárd kollégai tartózkodik el. Mondja. Mi van még egy bankrablásunk, arra nem jön ki? Oh! Még itt van egy kihallgatóban az úr. A másikat, akit behoztak, abban mi van? Én nem. Jövök, Takó. Ja, ő... Öt kiszámlázták már és elment. Értem. Indultunk egy Nismóval a helyszínre, Optik jöjjön egy Brabusszal, köszönöm, vettem tízni. Milyen színűek az autók a helyszínen? Na jöjjön! És mit eljön meg? Lila. Ja, mit jött? Lila, ja. Itt az ügyvéd? Mertek is tárgyalni? Köszönöm. Itt soha nincs semmi. És én leszek az akcióparancsnok ezen a bankrabláson most, jó? Illetve ja, Daniel kollega lesz a babos, úgyhogy kezdjék a gogolást, jó, hogy le van zárva. Nem magára tartozik, szerintem. Hát de uram. Mindjárt. Igen, másik rendőrség. No, mivel a szemigazolványával tudta azonosítani magát, ezért meg fogom büntetni és szabad lábon távozhat. De most mire büntet, hogy nem? Én még mindig nem értem, uram. Fogja már be a száját, amit elkövetett arra. Ja, de nincs 15 ezerem, uram. Semmi gond, akkor mínuszban lesz. Ugyas van kezd. Ez óriási. Ugye? No, azt mondja, hogy... Szas. De. Ez nem így működik, tudja, uram? Na jó. Majd befizeti szépen, ha meg nem tudja kifizetni, akkor kedves uram. Sajnálom, de így jár. De ez nagyon sok, tudja? Az a baj, nem a büntetéssel van, mert megérdemlem, csak hogy... Baj, érti? Szerintem... Majd nem... elkezd dolgozni, hát, uram. Hát azt akartam, mindegy. Itt nem... Ja, értem, uram. Mindig magának van igaza. Aha. És itt mit tudok tenni? Később, hogy ha rosszul jártél?
Én nem rejárok erre. Én csak kíváncsi vagyok, uram, mert rosszul jár el, és visszajövünk, és igazam lesz a politikus. Volt rablás, 1500 dollár már kezdésnek. De, igen. Mitől löngél amúgy? Hát elütöttek kocsival önök véletlen, vagy nem tudom, de... Elszorad. A fehér BMW-vel rám tolatott az egyik kollégája. Lesz a kény. Zártál az utat neki. Nem lesz jó. Megijesztették az elkövetőt. Mi kajak? Azt mondja, hogy... Ja, túlszejtés volt, meg boltrablás. Na, képzeld el, elszaladt a kollégám. Tudom. Igen. Megjött az elkövetőt. Fan. Fölbaszni ezek az agyhalott vezetésesek. Az a baj, nincsen ilyen, hogy túlszejtés. Érti a másik? A táblázatomba. Értem. Ne fütyüljünk már, mint a bohócok, bazd meg. Azért akkor marad az a része. Jó, azt mondom, ezt most. Polgárok szobeli fenyegetés és megfélemlítése. Jó, amit egyébként a haverjával ugyanúgy meg elkövet. Oké, ja, csak így most a... Ti kollega, a helyszínen van? Mindig nincs pénz, még itt nem lesz. És nagyon jó, szeretnék kérni, hogy ott tartózkodik-e túlszabb volt bank épületében. Na, jöjjön. És addig éhen halok, uram? Majd elmegy dolgozni. Értem, lezárni az utakat, ahogy nézem. Semmi gond. És jobb, azt már rég elengedték. Ön szerint mit kértem magától? Nem hallom, mert közben... Kíváncsiságképpen kérdezem, hogy ön szerint mit kértem. Kérdezze, megvan-e túsz? Így van. Jodott-e. Bár, hogy későn jöttetek. Itt volt a kollégám, csak elszak. Szerzők ugyat. Akkor én vezetem a narancssárga babuszt. A benzinekre figyeljünk. Nem, már befejezzük. A Nismo-val mi a GT-re fogunk menni, a Merci-re fog menni az egyik Brabus. Jöjjön. Itt egy Holt, és tudom. Ugyanannyi. Most döntsétek, hogy melyikre mentek, és én melyikre megyek? Most, ameddig még itt van. Mondját. Akkor a QRT-k mennek a Merci-re, jó? És akkor optik a 911-re. Rosszul látja, uram. Szerintem pont voltok kéne, mert... Arra van a kiárat, jó? A 911 lassabb, mint a Merci? Nem, hanem én egyedül vagyok, és hogyha... Igen? És jöbb barátomról... És mi a különbség a lila és a lila autó között? Barátja el lett engedve. Köszönöm. Annyi, hogy a középső lilába nem lehetnek át. Nem tudok. És nem tudják kilőni. Nem tudom, hogy merre volt. Ez jó. És ő most mi lesz velem? Vagy így nem mondanak semmit, hogy ilyen? Kérdezzük meg. El van engedve. Nyilvántartásba került, ugyebár most már visszaeső a legközelebb jön. Ja. Legközelebb nem ússza meg ennyivel, jó? Értem. Hát jó. Még valamit szeretne? Hát én ilyen várok egy kicsit, hihetve itt tőle valahol a barátom. Hát reméljük. Hát jó, remélem nincs baja. Na, ég önne, jó? Viszlát. Vagyis hát ilyet nem mondok, mert nekem sokba kerül. Na, én viszont leadom a szolgálatot, gyerekek mára. Maga ki mit csinál itt? Itt akkor? Kacsa. Nem, ma nem lesz már kacsázás, Krisz. Nem kacsázunk. Nem kacsázunk, mert késő van, és én korán kelek volna, mert munka van. Egyél így áll. Hát már kiléptem, úgyhogy szóval nincs problematika. Fiúk, lányok. Kacsa nélkül nem tudok elaludni. De hát, William, most pedig elfogtok, mert...
mert muszáj. Ez a háttered? Csak ennél. Ez nem a gépnek a háttere. Berberakhatnám. Annak is csak ugyebár az jobban felfogja a gépet, a mozgó háttér, az mindig is. Még egy jó gépnél is. No, úgyhogy ennyi volt ma. A rekord az 120 néző volt ma, azt hiszem. Nagyon durva. Köszi. Igen, szerintem is jó. Na. Köszönöm a mai feliratkozókat. 3239 embernél járunk. Folyamatosan jönnek a feliratkozók. Köszönöm a kedveléseket, aki most dobott rá, az is. Viszont tényleg mennünk kell. A tegnapi videót az i3-as processzort kisorsoltuk. Nagyon fantasztikus. Tikus RP-k voltak, meg sorsolás, úgyhogy nézzétek vissza. Ez a videó majd csak aki ugyebár előfizetett. Tizenkettő, 102 like, hát most már igen, köszönöm szépen. 16 plusz sub az jó, 17, ez most mi William, nem is értem. Miről beszélsz? Nem értettem. Ezt most nem értem. Szia, hello, László, sziasztok, sziasztok. Én is elköszönök. Tizenhét feliratkozó jött? Na, az jó. Azt nem számoltam, az őszintét megmondva. Na jó van, tényleg elköszönök. Sziasztok, hello mindenkinek! Jó éjszakát, hello, hello, sziasztok!
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.